Úristen, most nagyon nehezen bírom ki, hogy ugyanezt tudom elmondani, aki az élete közepén lévő közép és felső vezető, akinek BMW-je van, hát akkor vagy úr, az kell föl. vennem egy 1250 g bár fogalmas sincs, <laughs> hogy kell motorozni, a motor beveszélhetem a kanyart, megveszem a full pakettet, csak motorozni nem tudok vele. Hogy én mit láttam 30 éves koromig, vagy 31 éves koromig, amerikai filmeket, amerikai filmekben mit láttunk, hogy tényleg Hells Angels, meg a motoros, golymotorosok öreg anyám mondta, hogy a motorosok is vannak. De hogy tényleg, tehát bőrszerkóba jönnek, az egyik akkor a maffia része vagyok, a másik része tényleg az, hogy picit ilyen lepukkan, öreg emberek, vagy tényleg ez a, ez a Field of Freedom jelleggel ö, szabadon kicsit lepukkan mocikkal, a ez, a, ez a Nyilván ezt sugalta a filmes világ, a média, nem azt láttam egyébként, hogy akkor milyen szép épített motorok, nem azt láttam, hogy milyen menő venszes cipőben szörfölgyerekek fölpattannak, és hogy ezek a motorok. Vásdani. én azt gondolom, hogy ez a márka azért tudott idáig fölmaradni, ugyanis hogy rájöttek nagyon korán, de tényleg hát ott a elején már gyakorlatilag, hogy nem egy márkát kell, nem egy motort kell el adni egy életérzés és egy is. közösséget. Háli Davidsonos pólókat 30-es években a versenyzők abba voltak, és te kimentél, és mentek ezeken a körpályákon, itt, itt szokott lenni, itt is Budapesten, Úristen, gyorsan akartam, Flattrek flat verseny. Flat, igen, uh -huh. Na, ami gyakorlatilag kint a hárléknak ez, ez volt a mekkája, és az ilyen versenyek, és ezeket, a, akkor legyen sör, lehessen olyan pólót kapni, mint a versenyzőknek, és akkor elindult egy ilyen közössége körül, tehát ahol a hálisok ott voltak, ott azért akkor volt jó zene, lehetett kicsit piágatni, meg tudtad venni te is magadnak egy kis darabot ebből a, uh -huh. a márkából és fel fogni azt, hogy Magyarországon bajban tud lenni ez a márka, hogyha nem fiatalodik. És ezt kimerem mondani, hogy bajban tud lenni. Számok alapján tavalyról idénre növünk, ez egy pár tíz motort jelenti országos szinten. A Harley-nak a kommunikációnak nagy része az életérzésre épül, hogy add át az életérzés vele. Illetve tényleg a, a, a közösségépítés, gyere és tartoz közénk, illetve tényleg az, hogy, hogy bárhogy formálhatod, és tényleg nem csak a motorod, hanem magadat is. Tehát, hogy bemész, és mindig gyakorlatilag olyan bőrkabát, hogy is látok ott, ami nem tudom, 70-es években motoroznak, vagy motoroztak emberek, de azt is látom hogy legújabb, nem tudom, újformás serial van dizájnokat, őrületes, izé, drag részes ruháik is vannak. Mindenük van, tehát te magadat is formáld olyanra, és öltöz úgy fel a motorodon, hogy bárki lehez gyakorlatilag. Tudsz üzletemberes is lenni, de tudsz tényleg dörti rocker is lenni. Peti, hogyha kinézel balkész felé, akkor egy Iron 883-as Harley Davidson-t láthatunk. Igen, jó, észrevétel. Jól néz ki, ugye? Néz ki. Jó kis fekete, mat na hát ahogy ennek ki kell néznie. Hát amikor megérkezett a hangja is azért az jellegzetes igen. volt, úgyhogy tudtuk, hogy megjött a Bálint. Megjött a Bálint. Isten hozott a stúdióban vendégünk német Bálint. A Harley Davidson Magyarország képviseletében ezt megbeszéltük, hangari Magyarország, Magyarországot választottuk, de tudod, hogy az. azt jelenti. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. De köszönjük köszönjük de. szépen, hogy a motoroddal jöttél. Hát azért reggel, amikor kinéztem az ablakon, igen, akkor... Nem volt kegyes hát, az idő. Nem az. volt kegyes, és... Erre gondoltam, igen. nem árulok el hogy ezek a motorok nem az elektronikájukról, a kipörgés és hasonló híresek, úgyhogy ilyen finom gázzal, ilyen esős gázzal jöttem végig, hogy ne csúszkáljak. Egyébként lehet, hogy kegyes lesz az időjárás, mert hogyha ilyen dél körül ez az egész elemek, hát azért nincsen olyan ö, jelentős esőfelhő tömeg fönn. Úgyhogy ki is próbálhatod utána. Úgyhogy ki is fogom próbálni uh. utána. Köszönöm szépen a felajánlást. De egyébként meg hát tolódik kifele, ezt annyiszor elmondtuk már a, a szezon. Hál Istennek, Ahogy néztem Igen. az időjárás előrejelzést, itt még szerintem jövő héten is bőven, még akár azt követő héten is motorozhatunk, de úgy motorozhatunk, hogy közben élvezzük is. Ez az adás, ez egy kedi napon van forgatva, és Leggel 9 óra, 9 akkor, 9 óra környék, Köszönjük a dupla kávét is, igen. És a Bondiának a hoztolást. És két nappal, három nappal ezelőtt, igen, szerintem a hétvége volt, annyira jót motoroztam, srácok, 20 fok volt. Tehát ugye a, a, konkrétan ö, október vége, lassan már mindjárt november, és nagyon szürreális volt, hogy 20 fokba húzom a gázt, és a csont száraz aszfalton. Én néztem a képeket mindenkiről, nem sajnáltat, hogy én Liverpoolba ki kellett mennem. nem egy barátom, aki <laughs> nagy futballrajongó, kikísértem Liverpoolba, én kívülről néztem végig a meccset, nem voltam hajlandó bemenni. De hogy azt néztem, hogy amíg én ott az angoloknál az esőben ázok, fázok, mindenki itthon motorozik, én pedig egy Liverpool meccsen ülök, amit nem is szeretek, focit, mindenki motorozik, úgyhogy mondtam a barátomnak, hogy látod, hogy ez értékelned kell az igazi barátság. Ott de tényleg, tehát, hogy olyan szinten tolódik ki most már ez a szezon, és én nem gondoltam, hogy gyakorlatilag én nem téléséltem a motoromat. Tehát nincs. Tehát az van, hogy ahogy lem van a garázsba, és ahogy egy picit száraz idő van, dongónak becézem, mert fekete és rohadt hangos, és azonnal gyakorlatilag hozom föl, is, és, megyek vele legalább egy kör, tehát nincs téliesítés, mert tavaly, vagy tavaly előtt volt, hogy január 1-én emlékszem, hogy motoroztam. Peti, te is erről beszéltél. Én, mindig azt mondtam, hogy 15 fok alá nem megyek be annó, azt, ezt mondtam, ezt, ezt ígértem meg magamnak, úgymond, nem is tudom miért. És akkor most? Most meg, hát, 6 fok, 7 fok, 3 Semmi. fok, nem Sima. érdekel, hihetetlen, igen. 15, Römer. általában 10 szokott lenni így a vízválasztó. Én nálam a 15 volt, emlékszem, de aztán mondom, ez megdőlt egy két-három éve. Ez alapvetően egy gumikeverék kérdés is, gondolom egy kicsit. Én jövőre beruházok egy picit komolyabb gumikra is, mert mondták, hogy a, ami a gyári gumik, azt azért nyugodtan le lehet cserélni, vagy tisztességesre, pont azért ki lehessen tolni, de hogy 10 fokig jók vagyunk. jók vagyunk, bár egyébként nem is tudom, talán a, a motorrevű foglalkozott ezzel ami korábbi cikkében, hogy, hogy téli gumi, és nem nagyon van. Tehát, hogy így maga a fogalom, hogy motorra télig, gumi vannak olyan keverékek, Majd lesz, amik, majd lesz. Amik, hát csak már jellemzően nincs. Felesleges tél. lesz. Hó, felesleges, hó, felesleges, meg nem motorozol, igen, jó, vagy jó. ha motorozol, akkor azt hát kifejezetten ez, azért... Az az áldozatékben. Van, van, egy, van egy oldal, követem Istán, e egy teljesen elbeteg. Egy sporival, a Csávó, szerintem valahol az Észak-nem tudom, Svédország, Finnországba, ott nyél hóba, ilyen, ilyen vastag hóba, és ott folyamatosan azzal a motorozgat. Én nem tudom, hogy milyen olyan rajta, de egy sportter régi Iron Rá sport kell érni, val... el fog gyom. járulni szerintem, ha normális a pali, akkor Mert elárul. te hát ezt el szoktad csinálni, Peti. Szoktak rám is írni, hogy ezt hol, ezt merre, és, és... Onnan a sisak. Onnan a sisak. És a tényleg, sisa. igen, Egy. igen, a jósói. Igen, a, a, jó vagy, sói. A, vagy a jeloglósz. Ezt megígértük, hogy elsütjük. Ezt igen, a ezt, a ezt elsütjük. És az, hogy, hogy én ugye láttam már ezt a jeloglószós történetet, nagyon tetszett, igen. és mikor megláttam a, a, a Harlinában, hogy ez így van, akkor le, leakasztottam, és mondtam, hogy ezt figyeltem, mondtam, hogy persze, vigyázz nyugodtan az összes tartalomba, ami a 120 éves fesztivál alatt fotósok, videósok, bármit csináltak, úgy kezdődik, hogy a snit a motorról kiközelítő, ami rajta van a sárga kesztyű, mert olyan feltűnő és annyira ikonikus. Úgyhogy igen, köszönjük a Yellow is. Yellow Gloves innen is üdvözöljük, igen. igen. No, Bálint, te a Harley Davidsonnal nal működsz együtt, ugye azt mondtam, hogy Harley Davidson Magyarország, vagy Hungary, és ott vagy kommunikációs vezető, és azt is tisztáztuk még az adás megindítása előtt, de hát ezt azért itt a kamerák előtt is még egyszer azért ismételjük el. Magyarországon jelenleg úgy néz ki, hogy három Harley Davidson szalon van, van egy Sopronban, van egy Nyíregyházán és van egy Budapesten. Úgy. Ők a kereskedők. Igen. Nekik van fizikai hm, boltjuk, üzletük, szalon. Be lehet menni, ki lehet választani, meg lehet vásárolni. Gondolom motorokat, kiegészítőket, ruházatot, meg nyilván van szerviz. Mind van. a három szalonnál van, van Mind a szerviz. A három a szakszerviz. És akkor ez jó ideig így működött. Aztán a Harley Davidson az ilyen-olyan elképzelések alapján úgy döntött, hogy jó lenne, hogyha valami, és legfőképpen marketing, vagy kifejezetten marketing, PR, kommunikációs ernyőszervezet megérkezne e fölé, a kereskedelmi layer fölé, összefogva a, a kereskedéseket, de egyébként meg a márka image a brand image erősítve, megfelelő módon kommunikálva, a, a, az üzeneteit a Harley Davidsonnak. Egyébként kicsit visszatérve a kereskedőkre, a kereskedők ők a prágai központtal tartják a kapcsolatot, és ti pedig ez már inkább mi, is, mi, is, mi, is Prágához tartozunk, csak ugye a gyakorlatilag mint disztribúció, ők Prágával egyeztetnek. ott, ott van a, a kelet-európai központ, az ott van, és onnan rendelgetik a motorokat, de nekem is egyébként a prágai központ a főnököm kvázi. Tehát korábban akkor az összes boltra rá volt bízva, hogy úgy szólítsa meg a vásárlóit, Pontosan. ahogy így van. Hát engem azért nem annyira sikerült elérni ezek alatt, az évek alatt, úgy, hogy ez szintén a, a rögzített beszélgetésünk előtt meséltem el neked, de ahogy megjöttél, nagyon megörültem, személyednek is, természetesen meg a motornak, hogy én annak idején úgy raktam le a jogosítványt, hogy meggyőződéssel Harley Davidson-t akartam venni. Én ezt azt hiszem, még a Kresszen el is mondtam, talán volt egy ilyen beszélgetés, ki, aki autósként jött ide, ki, aki csak motorosként, és hogy kinek mi a, a célja ezzel. Egyébként az jó pofa volt, ilyen volt az oktatónk, és akkor én ott de facto kijelentettem, hogy egy Harley davidson fogok. Hány éves volt? Hát minden. Van. Nem, a nagy motorjogsim az nem volt régen, az azt hiszem három vagy négy éve csináltam meg. Ja, hogy ez a kics, az, az elsőnél mondtad ezt. Igen, 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 de, de egyébként előtte már két évvel, és erről még nem is beszéltünk adásban, én egyszer már ráfordultam a motor ö, ö, jogsira, csak aztán le is fordultam róla valahogy egy érdeklődés hiányába. Elmentem a kresszvizsgárót, egyébként azt hiszem, vagy a kresszton folyamra egyszer megvágtak, és akkor soha többet nem mentem vissza. Itt a soha többet, ez nem igazán a két év múlva meg ledaráltam. Az egészet én akkor már robogóztam, csak hát volt egy 50-es Veszpám, aztán... A, 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 The same, same, but different, tehát, hogy... Igen, 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 igen. Majdnem. És, hmm. és, ez még akkor volt, ez most már jó, azért jó pár éve, hogy én akkor ott kijelentettem, Na, a többi történelem is egyébként nem ez történt, és akkor innen még valami eszembe jutott, ami, ami most jut eszembe, régóta nem gondolkoztam rajta, hogy a Harley Davidson is voltam Buda akkor, konkrétan, amikor az első próbálkozásom ja. volt, ami aztán nem lett jogosítvány, és ott még azt is mondta nekem valaki, hogy nagyon sokan jönnek be Veszpával, és vesznek utána Harley Davidson. -t. Aztán, hogy az így volt, Ikonikú, vagy nem, így szerintem volt. Szerintem ikonikus márkákról beszélgetünk most itt hirtelenjébe, de amit, használ. amit most mondasz, hogy jogosítvány, és az első jogosítványnál, vagy bocsánat, az, a, azt mondtad, hogy Harley Davidson szeretnél, hogyha ennyien kis intermedzót megengedtek ebbe, és ez egy akár egy ilyen jó kapcsolódása a márkához, hogy én 30, egy voltam 30, ugye Harley Davidsonról mindenki azt mondja, hogy hát hogy képzeld el, öreg emberek nagy pocakkal, szakállal, viszonylag vastag pénztárcával, vagy éppen egy kicsit inkább már lepukkanva Hells Angels feelingbe felpattanok rá, ez az amerikai, ez van az emberek. És fel, milyen meg. érdekes, hogy, hogy szélsőséges a dolog, igen, hát ezzel nem gondolkodtam még, hogy vagy így a lecsövesedett, a motoromon élek, és így igen. benzinkútról benzinkútra, meg motelről motelre. A másik meg az kérdve listára újra, vagy Kérve li egy listárat, mert hogy szerintem itt most ezt a három motort egy nagy nagyjából egy árából hogyha beadok egy közepes, egy közepes hálival bejöttem volna. De, de ez egy másik rész, hogy ez most... hogy. Igen, hogy... de pont a, ezért a, a, az a vád is érte, vagy lehet, hogy éri majd úgyis ezekről, mind beszélünk, hogy, hogy itt a... a az életközepi válságban lévő menedzsereknek a, már nem tudnak mit kezdeni magukkal, és akkor most így kitalálják, hogy ők a kemény motorosok és vesznek egy harlit. Úristen, most nagyon nehezen bírom ki, hogy ugyanezt tudom elmondani, aki az élete közepén lévő közép és felső vezető, akinek BMW-je van, hát akkor az úr, kell vennem fe... egy 1250 gs bár fogalmas <laughs> sincs, hogy kell motorozni, a motor beveszi a kanyart, Megveszem a full pakettet, csak motorozni nem tudok vele. Megveszem a, a nagy teljesítményt, Isten az összes elektronikát bekapcsolom. Persze. Rajta agyam nincs tőle, szóval visszatérve gyorsan erre a sztorira, én, én akkor kitaláltam, akkor is vállalkozásom, hogy voltak, én is csináltam nagyon sok mindent, és én meguntam azt, hogy ez a jó, nem veszek most semmit magamnak, meg nem, meg, meg, meg tényleg spóroljunk, cégre fordítsunk mindent, és azt mondtam, hogy jó, akkor most magamat meglepem valamivel, csinálok egy nagy és jogsit, és veszek egy hárlit, és mindenki, te hülye vagy. És akkor én féltem egy barátomat, akinek motoros oktatós iskolája volt Győrbe, hogy figyelj, motorozni taníts meg, nagyok sit agy, motorozni taníts meg. Mondta, hogy oké, okay, akkor indulhat tavasszal a tanfolyam. Én januárba besétáltam a Budörsi szalomba, és akkor azt mondtam, hogy Dongót már nézegettem egy ideje, ott állt bent. Őről azt kell tudni, hogy Európa utolsó... Sporter Iron 883-as a volt, és ennek Európába való behozatát, meg gyártás mindent leállítottak gyakorlatilag teljesen. Tehát ez volt az utolsó, amit még lehetett akkor itt honkapni. kapni. Melyik évet írjuk? 2000-et. 2000-et. 2000 És akkor én teljesen oda voltam értem, és januárban aláírtam a kis papírt, elküldtem az előleget, úgyhogy nem volt meg a jogosítványom se. Mondtam, hogy hát gyerekek szerintem olyan május körül lesz meg, vagy akkor kapom készhez, és gyakorlatilag jártam be havonta nézegetni a motoromat, amíg győrben csináltam közben a jogsit, és, és 2020 májusában erre a motorra, és hát megfordult velem a világ, mert most ittől 2023-ban előttetek, Háli Davidson magyarországi nagykövet, Háli Davidson magyarországi kommunikációs vezető, motoros körökbe bekerülve, úgyhogy én csupasz fenékkel kerültem be ebbe az egészbe, tehát elnézés, aki nézi, és nem vagyok egy régi motoros, ahogy szokták volt mondani, én most kerültem ebbe, és elképesztő az út, amivel ez a, ez, ez a márka végigvisz, hogy együtt motoroztam a, az élő leszármazottakkal az Andrási úton, hogy, hogy együtt lüktettem a márkával, úgyhogy már csak azt jelenti, hogy kiutazok márciusba pont Jósadani barátommal, körbe motorozzuk a, az amerikai partokat, is, elmegyek, megnézek mindent, ami Harley-s. Szóval egy ilyen évet írtunk le, és én se gondoltam azt, hogy az első motor, és hogy a jogsínál azt mondom, hogy Harley és az lett. És már mertem egy álmot megvalósítani, és meg lett. Úgyhogy, és egy csodálatos dolog, mert tényleg egy igazi életérzés. És, ez a, és az életérzés szóra majd vissza fogunk térni, mert ez ennél a márkánál az egyik legfontosabb. És ez az, amit talán jó ideig nem kaptunk meg úgy, hogy valójában meg ott volt a levegőben, csak valahogy a közvetítő közeg az, az, az nem létezett. És akkor ez azt jelenti, hogy egyszer csak a Harley Davidson ezek szerint prágai központon keresztül, de valószínűleg a döntési mechanizmusa, az, az dobta ki magából, azt termelte ki, hogy hát azért valamit kellene kezdeni, hogy megértsük, hogy mit jelent 2020-ban, 21-ben, 22-ben, 23-ban Harley davidson vezetni, Harley Davidsonra vágyni, Harley Davidsonossá válni, és folytathatnám a sort. Um... Ugye a motor vásárlása után a budapesti szalonnak a tulajdonosaival a budapesti szalon. azzal a kollégával, aki nincs itt, Rabina Norbert, barátom, aki gyakorlatilag egyébként, hát azt mondom, hogy a Key Account manager, inkább azt mondom, hogy a minden tudója Magyarországon a Harley Davidsonnak, mind az értékesítési vezetője volt jelenleg ő a kommunikációban a fő munkatárs uh, és key menedzser manager központ irányába is, és gyakorlatilag én velem nagyon jóba lettem, és én akkor is csinálgattam a saját kis influencer tartalmat idézőjelesen, nagyon jó tartalmakat, és elkezdtem segíteni a Budapestnek, hogy figyeljetek már, hát őrült jó képeket lehetne csinálni ezekről az egészről, tehát a fiatalok megőrülnek, hát látom is, amiket kirakok, hogy mennyire szeretik, kezdjünk el együtt már kicsit melózni, és ők is mondtak, jó, hát Barter, akkor adok neked két pólót, csinálj már egy posztot, elindult ez a játék, és akkor hirtelen ott talál, találtunk magunkat, hogy meg kéne szólítani a fiatal közönséget az olyan formákat, mint én, e, meg úgy egyáltalán elkezdnék kicsit fiatalabb, fiatalosabban kommunikálni. Mi a fiatalosság a Harley Davidson olvasatában? 30-tól szerintem. Ér, ér meg, ez meg kell érni egy picit szerint. Mármint, hogy látni kimész usába teljesen, annak, ennek a, hazája van. Tehát tényleg szerintem 25 évesek egy keréken nyomják az átalakító sporikat, de teljesen más a kultúra. Én most nyilván arról erről a piacról itt azt gondolom, hogy innentől lehet erről beszélni ez, ez a korosztály. És akkor tulajdonképpen a központ úgy figyelt fel az egészre, hogy mint a budapesti kereskedés, marketing, brand menedzsere, marketingese, voltam ott, náluk megbíztak vele, hogy segítsek. Mert idáig eszkolálódott. Az Igen, idáig a... eszkolál, Mert mondták, hogy figyelj, nagyon jó ez. Nem akarod te csinálni? Tudod, mit de? És akkor a Norbi alatt már nagyon komolyan kezdtünk dolgozni. És ott azért ott viszont számokat, tehát hogy a szélfókusz is volt, tehát hogy ott nagyon, meg az, hogy ilyen kis bászkelt is figyeljenek már ránk föl, és, és kezdjük el az egészet. És erre az egy éves, vagy ilyen három éves tevékenységünk alatt én megismertem a központot, ők meglátták, hogy én is mi mit csinálunk, és akkor innen jött, hogy figyeltek már, hát akkor csináljunk meg egy ilyen ernyő ügynökséget, brendet, nem is tudom, és akkor legyen egy Harley Hungary, ami minden képvisel. És nagyon fontos, hogy miért volt ez, hát hiszen jelenleg 120 éves a márka, 1903-ban a négy barát, illetve három testvér és barátjuk hálé megalapította, és 120 éves a márka, és ennek egy jubilómi éve zajlik jelenleg, amire nyilván a központ is egy külön figyelmet fordított, és ez itt volt ugye Magyarországon, most nyáron, 25-30 ezer motor, itt voltak az élő leszármazottai, Karen Davidson, úgyhogy elképesztően egy legendás motoros feeling volt itt a városban. És hát gyakorlatilag az volt a feladat, most azért is jöttünk mi, hogy ide fordította Sauron a Szaurona szemét onnan a központból. Johann Zajc azt mondta, hogy akkor nézzünk ide Magyarországra, és adjuk meg a Kelet-Európába, akkor nézzük meg, és itt ünnepeljük ezt az egészet. Ezért is jöttünk még mi nyilván, mert, mert nyilván nem titkolt, hogy ha már itt van Magyarországon egy rendezvény legyen, már Magyarországon azért induljon egy olyan kommunikáció. Adjunk teret ennek az egésznek? Ez összefügg, ez a kettő, tehát azzal, hogy a Ali úgy döntött, hogy egy ilyen, és akkor még egyszer ismétlen magam, egy ilyen ernyőt ide leereszt, az a 120 éve. nem mondott, de igen. Uh -huh. Hát ha te, most ha te oda nem tudom, uh, mi, nem tudom, hol van a Dukátinak a központja. Bolonya. Oké, okay, akkor most egyszer csak azt mondja, hogy akkor átviszem a, nem tudom, négy országgal arrébb, és ott fogom megünnepelni, mert ott lesz a jubileumi nem tudom micsodánk, és ott nincs is a Dukátinak semmilyen uh -huh. olyan kommunikációja, akkor azért azt azon ki, hogy elkezdem abban az országban egyébként is építeni a kommunikációt, mert jó lesz az.

tehát ez is volt ennek a támogatása, de ez egy oda-vissza. Tehát azért hozom ide a 120-at, hogy a kelet-európai piacot fellendítsem, meg az egész európai piacot megmozgassam, hogy a Fákerzé 20 éves, 25 éves volt, azt hiszem valahogy így van, kicsit mozgassuk ki, kicsit legyen egy másik. Budapest egyébként egy nagyon tökéletes, egy gyönyörű város, egy gyönyörű helyszín, tehát hogy ezt tartom, és hogy hozzunk ide életet, és hogy próbáljuk meg. Tehát hogy ez egy oda-vissza dolog volt. De kérdésre válasz, én azt gondolom, igen, jelentős döntés volt a mögött, hogy itt van a 120, akkor legyen Magyarországon Harley Hungary. Bár jövőre is együtt akarnak dolgozni, és folytatódik, úgyhogy azért ez egy hosszabb távú befektetés nekik. jó jól sikerült, tehát mondhatjuk, jól, hogy jól sikerült Jó, ez jó. A, jó, jó. a, rendez, a rendezvényről szívesen beszélni majd külön, de hogy az, hát. azt gondolom, hogy szél szempontból, vagy sem azt mondom, szempontból, nem törték fel a kereskedéseket, és vitték el a motorokat azonnal. Oké, okay, lehet, hogy ez egy hosszabb kifutási idő, meglátjuk. Igen, viszont, viszont nyilván volt egy olyan márka értéke, hogy itt azért úgy elkezdtek felfigyelni, hogy ez így létezik, és itt viszont nem csak azt látták, amit egyébként nem mondom, hogy a szakállas csúnya bácsik jönnek, bőrszerkós fiatal csajszik a mögött, hogy nem ez volt, nem erről szólt az egész, hanem itt azért tényleg már egy ilyen kultúrátabb körülmények között zajlott az a, a, a rendezvény és tényleg nagyon érdekes volt, hogy milyen színes karakterek és milyen motorozni imádó emberek jelentek meg. Ez inkább tényleg egy ilyen nagy feltűnő rendezvény volt, ami majd később fog lecsapódni, de hogy mondom, nem, nem rúgták fel az emberek a, 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 a kereskedések ajtaját. Bár ruhából mindent elvittek, bocsánat, nem igaz, kifosztották a budapesti szalont. Igen, a a dealer póló, Harley Davidson budapestes póló az kész. Toc, igen, ez toc, olyan, első az nap szóval lehetett, mint a Hard Rock és ott ha mész valóban a nagyvilágban, Hard Rock az vagy Deus Hát vagy neked a Deus, igen, igen a hogy a ahol jársz, és igen, van ahol jársz, azért volt, egy akkor... Be, próbálja az begyűjteni ezeket, tök jó? Igen. igen. Tehát akkor azt kifosztott. <laughs> teljesen, teljesen. Most kicsit így elcsapom de az irányába. Ott a sajátossága. Igen, igen, igen. Ugye különböző célnal telepedett ilyen minőségében is meg a Harley Davidson, és ez szépen egyre inkább itt a beszélgetésünk alatt ki fog nyílni. Van valószínű egy rövid, egy közép és egy remélhetőleg hosszú távú koncepció is mögött. Ami biztos, hogy a Harley Davidson ma mást jelent és mást is akar jelenteni, mint ami így nagyjából az emberek fejébe ilyen sztereotípiákon keresztül megjelenik. És akkor Induljunk onnan egy kicsit, és akkor erre majd kérlek reflektálj, hogy mi az, ami átlagosan benne van az emberek fejébe, és az azért lehet egy jó kiindulási pont, mert onnantól kezdve meg tudjuk fogalmazni, hogy egyébként már ezt még jelenti-e, vagy nem jelenti, de ha jelenti, akkor abban hol van esetleg az érték. Ugye a, a, a tradíció szerintem az nem kérdés. Tehát ha azt szokták mondani, hogy ez egy ilyen öreges, régi márka. Oké, okay, ebből ezt most felteszem a kérdést, és furcsa hogy meg is válaszolom. Hát ez a, ez a, heritage. Az nem gondolom, hogy baj, hogyha van egy gyártó mögött. Nagyon sok ok miatt is. De az biztos, és ez most a saját példám, meg a saját életem, amit hallottam, hogy amikor én is így mondtam, hogy akkor Harley Davidson, akkor igen, nagyon szeretjük, majd ha 60 éves leszek. Azt hiszem, hogy kb. 60-at szoktak mondani. 50, több hát, millió. Igen, de valahogy így. És a hát mindenki. igen, a francia tudja, igen. Na, Aha. akkor kezdjük itt, ez mi? Ez, erre azt tudom mondani, hogy saját példából ö, szedni az egészet, hogy én mit láttam 30 éves koromig, vagy 31 éves koromig, amerikai filmeket, amerikai filmekben mit láttunk, hogy tényleg Hells Angels, meg a motoros, goly motorosok öreg anyám mondta, hogy a goly motorosok is vannak. De hogy tényleg, tehát bőrszerkuba jönnek, az egyik akkor a maffia része vagyok, a másik része tényleg az, hogy picit ilyen lepukkant öreg emberek, vagy tényleg ez a, ez a Field of Freedom jelleggel ö, szabadon kicsit lepukkan mocikkal, a hippie -be. ez a, ez a hippie -be. Nyilván ezt sugalta a filmes világ, a média. Nem azt láttam egyébként, hogy akkor milyen szép épített motorok, nem azt láttam, hogy milyen menő vences cipőben szörfölgyerekek fölpattannak, és hogy ezek a motorok. Lásd, Dani. Igen. Igen. egyébként. Hát, igen, mondom akkor. Zárójá, zárójel, mivel forgattunk, csak még a, az early stage-ben, amikor még nem volt videó. Mondta, start, mert, én, mert én hívtam, már hogy elutazott, úgyhogy várjuk vissza, és akkor újra fogjuk ezt az egészet kreálni. Majd igen, Vele már forgattunk, csak aztán... Jó beszélgetés is volt. Mert mert... Hát ő, ő, őt kértem, nem véletlen lett, ugye, ő a Harry Davidson Magyarország egyik influencere és, és nagykövete, hiszen nála hogy is mondjam, autentikusabb személy nincsen, mint a hitelesség. Amerikában is van, itthon is van, édesapja és már motorozott, ő maga is motorozik, és ő is egy haj. Szóval visszatérve, amíg ezeket nem láttam, ezeket az embereket, ja, és meg nyilván, Magyarországon mégis, Attila ne haragudj, megdrága drága Attila, aki a szervezője volt, nekem az alsóörsi háli Fesztiválról, arról mindig gyerekkori emlékem tényleg ez volt, hogy akkor ott tényleg ezek a, 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 a motoros bácsik jönnek, akkor ott este ott a nénik csinálnak a színpadon egymással csúnya dolgokat, hiszák a fröccsöt, és üvölt a nem tudom, a road zenényben. zenekar is, nem tudom. Tehát, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen rockfesztiválos díj, Ö, nagyon ilyen, ilyen macsós vonalas az egész, de nem éreztem sehol azt a finomságot, azt a... a mert nekem ez szexi lett volna. Uh -huh. És aztán aztán ahogy így a social média világa elkezdett egyre jobban kinyílni, egyre több mindent látunk, akkor láttam, hogy ez lehet ezt az egész életérzést egy picit máshogy is megfogni. És ugye főleg itt Kelet-Európában tényleg ez a feelinged voltam a hárlisokról. Mert egyébként látsz, hogy ha kimentem volna, nem tudom, Franciaország, vagy kimentem volna Németországba, hogy ott már ezeknek rég olyan tomboló kultúrája volt. Tehát amit a gerék csinálnak a Café Club Budapest, valószínűleg ilyen rendezvények már nyugaton réges-régi. És svájci videókat is szoktam nézni, ilyen brutál felvonulások és olyan motorok építettek meg, meg kicsit... És más a közösség a... is. Tehát, hogy ezt itt eb... mondtad, hogy hát 20-25, most igen. majd kiderítjük, most én sem néztem utána, megmondom ezt, én háromszor voltam fekezéve, hogy ez beszéltük. Hát, hogy, voltál te Abszolút, és kétszer Harlival, egyszer ugye még BMW-vel, tehát az a vicces, hogy az elsőn voltam BMW-vel, aztán kétszer Harlival, és, és hát ugye az egy igen, teljesen más közeg volt, nem tudtam pont megnézni a 120-as itteni, ugye? Nagy négy napos ö, ö, történetet, sajnos pont nem voltam itthon, de, de az, ez, az, az, a fákázi az, azért az hogy belém pedig. De látod, mégis eltérültem, majd ezt, hát, hogy most feszegessük-e itt, nem biztos, hogy itt kell most feszegetni, de engem az Kramler vitt el, oké, okay, de, 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 igen, de a szósul, hogy mondja mondja Bálint, is, biztos, hogy sokat rátett a... a, a Arra, hogy a világ is. egy igen, kicsit, igen. igen tehát, az, hogy... abban biztos vagyok hogy meg, meg, nyilván ennek a Európa keleti részének azért van tényleg egy ilyen, hogy is mondjam, en, ennek a rész, is egy ilyen sztereotípiája, hogy itt akkor az emberek amúgy is hogyan gondolkodnak, hogyan viselkednek, meg veszek nagy motort, meg jó hangos, meg durrogjunk, meg legyen, meg legyünk feltűnőek, meg nagyobb legyen az enyém, mint a másiké. Tehát, hogy egy kicsit tényleg van egy ilyen része is ennek az egésznek, és azt gondolom, hogy itt edukálni a motoros közösséget, a magyar motoros társadalmat, és, és megmutatni nekik, hogy egyébként nem csak ilyenfajta Harley Davidson-ozás létezik, ami nektek a fejetekben van. Szóval visszatérve, én is ezt láttam gyerekként, fiatalként, meg amikor motoros találkozók voltak, hogy nem éreztem, hogy annyira közéjük akarok kerülni. Pilóta akartam is. volna lenni, de nem tudom, de motoros nem akartam volna, nem éreztem azt, hogy fú, de menő. Pedig a, pedig a rendezvényeket hát... is ezt kaptad vissza, tehát, hogy volt egyfajta képed, és aztán nem, hogy ezt valahogy ellenpontozta volna egy tematikus rendezvényen, hanem egy kicsi, még rápakolt, hogy és egyébként igazad van, hát ez. Ezt történik, és egyébként vagyunk, a bankigazgatótól kezdve az orvoson állt, ott akkor volt, akkor fölraktam a lábomat, és, és, akkor odahányok az asztal mellé, és mert ott akkor elengedem magam, mert én vagyok a nem tudom. És hogy azt... Én, én szegedi gyerek vagyok, és ott az édesapámnak nagyon sok barátjának volt hálé, és én emlékszem tényleg, hogy még ő mondta, hogy hihetetlen volt számára, hogy top vezető barátai, fölültek erre a motorra, Fú, és, és, a, és a normális családapás mindenből egyszer csak egy ilyen, nem is az, hogy vagány, hanem, hanem ez, ez ilyen, ilyen mocskolódás volt, mert, mert azt érezték, hogy ezt kell mutatni meg, hogy akkor uh -huh. ettől vagyok. Na és ez engem nagyon-nagyon taszított, mocskos módon taszított. Nyilván egyszerűen azt éreztem, hogy nem akarok ezzel azonosulni, és mondom, utána gyakorlatilag, hogy Insta, Facebook, TikTok, stb. minden megjelent, és láttam, hogy azért itt más, más érzéseket is lehet itt, itt ezzel, meg, meg nem csak nem csak így lehet erre a motorra felülni. És akkor mm. akkor mondtam, hogy akkor kell ez. Oké, okay, ha már a rendezvények, és akkor ez a kettes pont, ami, ami nagyjából szerintem így a, a fejekben van, az enyémben mindenféleképpen, hogy ami erre szintén ráerősít, az a motornak a megjelenése. Nem a mai szortiment, erről külön beszélünk majd, na de amikor volt egy ilyen kép a fejekben, hogy a rockerek bőruhában, most kis nagypocakkal nagy szinte teljesen mindegy, rock rendezvények, akkor azért oda lett mellé rakva a nagy, fekete, telikrómozott, tehetetlennek tűnő, főképp I, egyenes úton is. jól produkáló gép, amire még föl lehetett rakni a nyeregtáskához hasonló hátsó bőrtáskákat, meg még három rojtott a két Fú, azokat, azokat, a hínárokat, amiket jó ide jó az. És akkor ez a Harley Davidson, csak ezt megveheted, nem tudom, honda meg az Isten tudja, ki gyártott még, vagy a mai napig gyárt ilyet. meg van ennek a kategóriának a csúcsa Harley, most már van ugye megint indiánunk is. Ez sem mutatott más irányba, mint az ilyen sztereotípiáknak a, a, az erősítésében. Szerintem ez már, bocs, szerintem meg szemben még, szerintem ez, ez inkább össze, tehát hogy a fejekben a harley azért gondolnak így a krómos egyébként ezek gyönyörű darab motorok voltak, meg azok is, meg szerintem, nagyon sok más motorhoz képest ezeknek a külső sokkal, tehát egy Harley után jó nyilván a hang miatt fordulsz utána leginkább, de azért azt úgy nagyon megnézed, tehát hogy szerintem nagyon sok olyan motor márka van, aminek a régi modelljét most én nem fordulsz utána, mert egy Harley után a csillogása, az olyan megjelenése, nem tudom, minden után utána fordulsz, és inkább, amit azt mondod, hogy ez így adta magát, hogy akkor ez ilyen sztereotípia, ez inkább már összekapcsolódott a fejekbe szerintem, nem a modellek. Én azt gondolom, hogy nem a modellekhez kötődik, mert hogyha lecsupaszítva egy egy, nem tudom, 50 évvel ezelőtti heritage változatot, akkor azt mondod, hogy amúgy tulajdonképpen ember semmilyen pocakos, kis pocakos, nagy pocakos, nem tudom, mafiózós, rossz bácsis érzése drogkeres nincs, azt ez, egy, ez egy gyönyörű darab. Az. az biztos, hogy kortalan. Kortalan? De én azt gondolom, hogy, hogy a modelleknek a változása, és majd a mostani kínálatot azt külön tárgyaljuk, de nagyon sokáig, amit te mondasz, az igazolódik vissza számomra, hogy igen, 50 évvel ezelőtt is már olyan formát gyártott, amihez hű akár a mai napig, és hogyha csak önmagába vizsgálod ezt, akkor hozak, szoktam hozni, meg sokan hozzák szerintem a porséknek a, a, a példáját, hogy kicsit változik mindig, de ugyanolyan szép a formaterv, és a mai napig megállja a helyét, és ez igazán a fontos ebben, az 50 évvel ezelőtti, mint a, a 2020 Jó, jó, egyébként szóval jó, jó, én jó párosítás. Inkább Ezt látom a, a, a Harley és erősítve azt, amit mondasz, hogy, hogy, hogy ezek baromi jól néztek ki akkor is. Persze ízlés kérdése, és most is, és hangsúlyozom, hogy itt azért most van egy elég jelentős változás a modell kínálatban, ahogy én látom, de, de, de erre ki fogunk térni. Most voltál a mindig elfelejtem milyen Igen. Te láttad azt, amit én gyakorlatilag még a Harley Davidsonról szóló három részes egyébként mindenkinek ajánlom, aki a márkát nem ismeri, van fönt, hogy a Discovery csinált egyébként egy háromszor egy órás rendes film adaptációt, ilyen dokumentumfilmes adaptációt gyakorlatilag a Harley Davidsonról, az indulásuktól, ha nem láttátok ti is, fönn van Youtube-on, de... Ezt... Elképesztő jó. Jó szereposztással is. Nézzétek meg, mert az a márkáról mindent támad, és ahol ott, ahol te voltál, gyakorlatilag azok a motorok, amiket te láttál, azok pontosan azok a... Az a kor, ugye? Az a korszak, igen. Tehát ezek a 40-es évek, 50-es évek, 60-as években, ahol tényleg a tengerparton mindenféle versenyt csináltak, ugye a Harley Davidsonnak is voltak ezek a halálok, minek hívják azt a... The circle of Death. Az a Circle of Death, abba való keringéset tudsz, és azok a amikor ott voltál, akkor szerintem nem az jutott eszedbe neked, azokat a motorokat nézted, hogy ilyen, fú, hát akkor ez is az öreg. Nem, hanem azt érezted, hogy gépek, vasak, vasak igen, tehát... hangok, életérzések, és, és fú, én mondom, én nekem annyira elfogadtatod az, az egész, hogy, el kell mennem, tehát muszáj ezt kipróbálni, de hogy, hogy, hogy nem, Régen, na, tényleg egész a márka indulásánál azért nem, nem is ez volt szerintem a, a cél, és, és nem is, és szerintem tényleg ez, ez itt nálunk a mi fejünkben ér így, amiről beszélünk, és, és ez a márka ennél. Sokkal. De ezt te ezt sokkal jobban látod, vagy te látod, én nem tudom, te Peti, hogy vagy bele, de hogy, hogy nem látom, hogy mi történik a buborékunkon. Kárpát-medence buborék. Szerintem túl. te jársz a legtöbbet. Tehát, hogyha voltál, te, én kíváncsi vagyok, Fakerzé és Harley, az, az, az... tetszett, az tetszett, az, az, azért... És a közösség, és a magyar hajdott, és nézd az a... olaszokat, akik megjönnek olyan. Na, de elmondom nektek, a életem egyik egyébként leg, egyik legjobb, talán inkább legemlékezetesebb, és ezt most tudtuk csak uh, überelni, talán mi magyarok hozzáteszem, ugyanis Nekem valamiért van ez a húszár, ez a húszár uh, tényleg nosztalgiázva, ugye ez a huszárkor, azt tetszett, mindig is lovagoltunk, ugye beöltöztek, nagyon szép volt a ruhájuk, a lovuk, ugye. Na lényeg a lényeg, hogy viszont a fakerzébe ott azt tetszett nagyon, és ezt hiányoltam, hogy egy magyar csapat megcsinálta volna ezt, amit a rómaiak megcsináltak, az olaszok a Rómán belül megcsináltak azt, hogy jöttek úgy, hogy 10-15 ember beöltözve római légiósnak. Tehát római légiós tuzba motoroztak a srácok, de olyan vagányak voltak, hogy az valami hirtelen, és mondom, így, tehát tényleg bambultam itt ki a fejemből, hogy mondom, ilyen van, és akkor de van, van ott volt előttem, és akkor tudod, egyből mondom a, a, húszár kapcsolat, hogy mi magyarok miért nem tud, tudnánk úgy oda menni, hogy húszár ruhába, tehát húszárként beöltözve, és, és, büszkén, ugye, és délcegen, ha van, van az, így, Egy pannónián, vagy egy, e, egy darúján. Nem, Harlin, Harlin, Harlin hiszen a rómaiaknak sincs több köze, úgymond a Harlin, az, mint nekünk, úgyhogy, mint magyaroknak, tehát ugyanúgy, de a, a mi viselet, így van, ezt a hm. viseletet előre tolni, és azért tetszett most a, ugye a, a Tour de Hange, vagy a Giro, nem és az a baj, megint nem néztem utána, lát, Marton vásárhelyen, vagy hol, ugye, amikor a kerékpárosok mellett vágtattak a huszárok, hát gyerekek, hát és ezt az egész világ látta egyébként. Na, és ezt, ezt ok, onnan, a fa kezéből én már ok hiányoltam ezt. És erre x évre rá, tíz évre rá megcsinálják Martonvásárhelyen a lovasok, érted, a Úristen. hagyományőrzők. Az nálam ez, tehát értitek? Öt akkor valahogy a legközelebb ilyen, ugye? Valahogy egy, egy, egy ilyen ruhába A, a lát, fekete sereg, nem a mátyás fekete. Ennyi, az jól tudnom mondani. Nekem megismertök fekete, ugye? Ennyi. De van eset, hogy ott volt egy nemzetközi fesztivál, vagy van a mai napig, ugye? hogy egy visszatérő, és ott van egy befegyő. ezek szerint ez tök jó, ilyen multikulturális. Hát, hatalmas rendezvény. Oda teszik magukat. Jól emlékszem, ott együren is ugye a tó körül az utat, tehát hihetetlen, nem is tudom, hány ezer motoros van ott. Hát. Szerintem Hú. ilyen 30 körül talán. van. De hogy neked ott, ott az érzésed, az, amit Magyarországon gond, tudod, hogy az emberek gondolnak a márkára, de a kimentél, ott ezt így eldobtad? Vagy azt mondod, hogy az erősítette? Vagy neked az, mi volt akkor az Akkor még erősítette. Én hogy nem, én... Ja, bocsánat, én nem voltam. Ne nekem kimaradt. A... Nekem erősítette akkor, hiszen én egy négy évig harliztam. Tehát mit, e... mit hajtottál akkor? Hát én ugye sporival kezdtem. Klasszik spori. Ez, igen. ez igen. Ilyes, Hát csak ennél ugye hát a régebbi ég, modell, igen. igen. Aztán jött ugye a Fatboy. boy. <laughs> A fedből nem lesz meg. Fedboy. és aztán jött egy -glide. Street Glide, Street Glide. Egyébként végül azt tettem a legjobban, feleségem, mert ugye azt azt azon sokat motoroztunk azt egyébként imádtuk. Csak jött a baba, stb. Keveset motoroztunk, és valami le, ugye letettem, meg a srácok is, hogy a baráti kör is szanaszét ment, úgymond, akikkel akkor barátkoztam, így eltávolodtunk, és utána már nem az jött vissza, ha nem jött uh -huh. ugye a Scrambler Story. Úgyhogy talán emiatt távolodtam el Harlitól, mert nem volt olyan erős csapatunk, vagy nem tudom, tehát... Másik az egy másik. Nem volt az influence meg. Igen. Akkor még nem, mert ugye akkor még nem is volt. Vagy a kohézió. Igen, tehát hát ugye... Közösségre. A... Volt meg a közösség, vagy nem Mi volt az, hogy kikkel tudtam volna. Pedig az én véleményem, hogy én azt gondolom, hogy ez a márka azért tudott idáig fönnmaradni, ugyanis rájöttek nagyon korán, de tényleg hát ott század már gyakorlatilag, hogy nem egy márkát kell, nem egy motort kell eladni, egy életérzés és egy közösséget. Harley -David 30 években a versenyzők abba voltak, és te kimentél, és mentek ezeken a körpályákon, itt, itt szokott lenni, itt is Budapesten, úristen, gyorsan akartam, flat, flat track verseny, flat track. igen, mm -hmm. Na, ami gyakorlatilag kint a hárlék ez, ez volt a mekkája, és az ilyen versenyek, és ezeket, a, akkor legyen sör, lehessen olyan pólót kapni, mint a versenyzőknek. És akkor elindult egy ilyen közössége körül. Tehát ahol a hálisok ott voltak, ott azért akkor volt jó zene, lehetett kicsit piágatni, meg tudtad adni te is magadnak egy kis darabot ebből a, uh -huh. a márkából és értérzésből. És elkezdtek gyakorlatilag arra állni, hogy akkor legyenek közös. A, akinek van ilyen motorja, vagy aki szeretik, hogy gyertek, találkozunk itt, legyenek találkozások, legyenek összekapcsolódások. És gyakorlatilag a márkának egy nagyon fontos üzenete: nem tudtok nekem olyan márkát mondani ma a világon, ahol összegyűlik mondjuk Európában 40 ezer ugyanolyan márka, vagy 50 ezer ugyanolyan motort és márkát hajtó akik, akik ilyen szinten összetartó közösség, ahol ez tényleg gyakorlatilag a ruházattól, a motoron át, a, a, az egésznek a szellemiségét így egy, egy együtt érzik, és minden együtt van. Szerintem nincs ilyen, vagy hát nyugodtan mondjátok meg, hogyha van, nem tudom, BMW-s nagy motor találkozó, 40 vannak, 50 ezeren vannak, vagy, vagy hondás, vagy nem tudom. Tehát hogy egyszerűen azt érzem, hogy, hogy, az egész márka kialakított magának egy olyan szubkultúrát ezzel, meg egy tényleg egy olyan, ilyen rendezvényeken való összetartás, ami szinte utánozhatatlan is, és, és nem nagyon látom, hogy, hogy istenként kezelnék úgy, mint nálunk, amikor tényleg Bill meg Karen Davidsonért, emberek hanyag hanyad döltek, hogy itt vannak azok, akiknek a nagyszüli alapított. Talán, az talán a, a, azt szeretném, ide be. a Ducati ugye pont kérdeztet, hogy hol a központ. Látod, a Ducatinak van egyébként két évente egy Ducati Week, ami most meg nem mondom hány ezer ember, hány ezer Dukat is jelenik meg, nem Bolonyában, hanem ugye a Rimini mellett, ott a Mizánói pályán és annak környékén, Uh, ott is, tut, ott is voltam kétszer biztos, most, hogy háromszor vagy kétszer, de kétszer tuti. Hát igen, ott, uh, ott, ott, na, ott van még egy ilyen hasonló story mint amit én annó -no fakezébe éreztem, uh, azzal a különbséggel, hogy a Scrambler az pont a Ducati márkával uh, jött nekem. És egyébként uh, most meredeknek tűnhet, amit mondok, hogy a Harley Davidson meg a Ducati között uh, párhuzam, van, olyan értelemben egyébként, van. Hogy, hogy, motor, de hogy sokan drága támad, és ikonikus. Drága, ikonikus, sokan támadják, Műszaki tartalom még. Ja, igen, mind a kettőt csak támadják És nem? Aki viszont belemegy, azután a rajongóvá fog válni. Vagy az egyiknek, elkövet, vagy az a másiknak. Másik igen, az igen, igen, így van, így van. Tehát, hogy valahol mindegyik egy ilyen irigyelt és közben gyűlölt. Mert azért ez a Harley Davidsonnál is igaz, hogy olyan nincs, hogy szó nélkül menne el valaki. Egy Valamit muszáj van. mondani rá. Hogy, tehát, vagy, vagy ilyen akarom, vagy fúj és úristen, vagy ezt a fostalicskát, vagy nem. Tehát, hogy nagyon sok komment van. Egyébként egy számot még hadd mondjak, csak azzal, hogy erősítsem, hogy a világon szerintem a legnagyobb ilyen motoros közösség. Tehát az, hogyha valakinek lesz szerencsé kimenni Daytonába a Bikers mm. week Igen, ez még egy... 800 ezer és 1 millió Harley Davidson <laughs> a parton végig. Ez gyönyörű lehet, igen. Na, tehát, hogy, és ezt mondom, hogy akkor ezt szeretném kérni, mutassa fel valamelyik márka most a világon, aki, Elmenni, át meg aki, tud aki, aki, aki ekkor át motoros... mozgatni. Igen, de ehhez e, az az azért azt a tegyem hozzá, hogy egy amerikai Pijac. gyártó, az amerikaiak lokálpatrióták, 350 milliós országról beszélünk. Igen, nehéz az. Tehát, hogy azért úgy elvárni, mondjuk akkor maradjon a, a Ducati hát példája, hogy az mérete, és ahhoz képest, hogyha mindenki elkötelezett Olaszországba a Ducati rend, de még ez sem igaz, mert más motormárkák is vannak, akkor azért inkább arányosítani érdemes. Hát, de nyilván, fákerzé, fákerzé, HD 120 Budapest rendezvény, amit volt, 50, 50, vagy gyakorlatilag 100 ember fordult meg a rendezvény, az nagyon fontos, 100 ezer mm. ember fordult meg ezen a 120 éves rendezvényen három nap alatt Budapesten. Tudod, mit akarok kérdezni, ez... Bálint, hogy az lehet-e ok, idézőjelben, hogy most ugye nem gondoltuk, hogy ebbe az irányba aztán vissza is tereljük gyorsan, csak még a Ducati, aztán tényleg nem, mert nem a ducati nem a Ducatiról, nem a, Ducatit a fő téma, csak hogy két márka között, hogy oké, okay, ugye az európai eleve, oké, okay, de hogy uh, ugye nagyon-nagyon jó eredményeket, főleg most az utóbbi egy-két-három évben uh, előtte is, de most nagyon sorozatban nyerik ugye a, 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 MotoGP, -t. a motogp t ugye meg a superbike is, most megint. Igen úgyhogy hogy ez is, mint ahogy a Forma 1 az autóknál, nem tudom, hogy itt is ugye a MotoGP és a, a Superbike tényleg egy két olyan erős sport ö, ö, esemény, ö, ami, ami, miatt ugye rengetegen az utcai motornál esetleg emiatt választhatják a Ducatit. Ugye, ugye a Harley ilyen típusú versenyeket nem rendez, ugye bár, hát nem, nem indul. Hát van nekik ugye ez a Baggers. A hát az, az, konkurálnak. Az de hát az, az, mindig nem... olyan, olyan, mint amikor a kamionok versenyeznek egymással, tehát ezt imádom általában. Opa, oh, most igen, a, Roland Sands sztorit azt szoktam követni, és igen, hihetetlen az, a, az Én mondjuk én láttam, ilyeneket hoztak most a fesztiválra. Hát ugye nem, az volt nagyon fontos, mondták minden kájtónak, hogy ne égessenek gumit. Ezek szembeállítottak két ilyen motort egymással, első kerékkel, ami kifért, a... ami, kifért, a csövön szikrázva, durogva, de hogy vad, jézusom, Jézus, hihetetlen volt, de egyébként tényleg, tehát, hogy amúgy régen, régen ugyan a hálikott voltak a, a versenyeken, igen. tehát a flatrek Sőt, tehát, az úgy az versen... az igen. hát az az egész történet. Hát az indiánnal hogy... egymást gyakorlatilag. Van, van. Amúgy ezért már, ha van kezdek, hogy miért az indiánnal, és én ugye ismerem, aki a, Magyarországon, aki a, 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 a forgalmazó. Igen. Ja. És, és akkor ők mondták, vagy neki is mondtam, hogy gyakorlatilag ezzel a, közösségépítés szerintem az, ami, amit, amit sokkal jobban csinált ez a márka. Uh -huh. e, az, hogy a ők tényleg maga a gyártásban hogy volt, hogy a világháborúban, akkor most uh -huh. melyik motorgyártót választotta az amerikai kormány, kivár hogy akkor végül a indián ajánlatát lesöpörték, jött a Harley és adta, oda odavissza, tehát hogy voltak ilyen meccsek. Tényleg rohadt izgalmas a filmekkel róla nézni. De hogy a közösségépítés szerintem olyanek a nap végén azt megadta, hogy egyszerűen ez ez nem csak egy motor, hanem ez egy közösség, egy hitvallás, egy, egy életérzés. De ezt ha kell már... átadni, ugye? Tehát ezt kell átadni. Ez, ez, ez tehát, kell tehát, ezt tehát, ha már indián, akkor ö, én úgy tudom, hogy ti jól együtt működtök itthon. Van talán közös rendezvényetek is, vagy amikor az a Ivanics csináltam is olyan régen, hát az még szezonban volt, vagy is most is szezonban, ilyen sütögetős, barbecue-s bulit, akkor tudtam, a ti is Én, Én nekem a legutolsó, van egy ilyen közeledés itthon? Én nekem személy szerint volt egy olyan nyitásom, hogy, hogy elhívtam őket, azt hiszem valamelyik rendezvényre még mint Budapest. Annyit mondok, hogy vannak ö, szalontulajdonosok az országban, nem, nem, hogy nem biztos, hogy ö, annyira örülnek annak, hogy ez a két már közzekapcsoljuk, mert még valahol a nap végén még mindig van egy ilyen nem jó érzése az embernek, és ennek tök egyszerű ha most az új CVO-t, amivel egyébként kár, hogy hát holnap után jöttem volna, akkor idehoztam volna most a legújabb CVO modelljüket, mert most ugye hozzák mondja nekünk. Gyakorlatilag megmutatom az új CVO-t, meg megmutatom az indiát, és akkor a tojás esetét elkezdik, hogy akkor melyik, melyik már lopta el a fejdomot, melyik a nem tudom micsodát. Tehát ez létezik, ez van, és ennek nincs olyan érzésem, mert tulajdonképpen konkurál hat még mindig árában bármiben, nem tudom, hogyha az indiát elkezdett nézegetni. Nyitás olyan szempontból, hogy nincs ilyen ellenségeskedés. Én mondom, egy-két rendezvényét találkoztam, ők leginkább is rendezvény, de én tudom, hogy együtt vonultunk a ők is kijöttek motorokkal a Pető intézetben, vittünk el beteg gyerekeket, meg hátrányos helyzetű gyerekeket motorozni, és akkor ott találkoztunk. Szóval maga a márka független motoros közösségben igen van már kapcsolódás, de azért túl sok uh, szezonzáron és szezonnyitón, ahol kifejezetten hálisok vannak, van, aki eljön, a Café Club Budapestes rendezvényen van és srác, imádom az a régi indiánnal, mindig eljön nagy kalabba mindenben. Mert tudom, bőrszerkóba. Tudod, igen. De hogy Uh, udvarias közeledés van. De ennek üzleti oka is azt gondolom, hogy van, hiszen tényleg az van, hogy most állítom a két modellt, és akkor amelyik jobban tetszik, mert nem az van, hogy két totál különböző, mondjuk most, amit uh -huh. mondtam, a, a, az új szívjók esete is, De nagyon sok hasonló modell van. Ott van a sportteresünk, amit kihozta két éve gyakorlatilag a Sportitnak az új generációs változata. Érdekes mondom megjelent az Indiánnál is, rá nem tudom, fél évvel később egy nagyon hasonló darab. Uh -huh. Nyilván, ha engem valaki megkez, akkor mindig azt mondom, hogy a Harry először, és ezt tartom is. Ez egy örök ilyen verseny lesz. Szóval van nyilván egy ténylegesen az, hogy csoperek, csoperek, ez a fajta közeledés, de amúgy, amúgy azért kereskedelemben viszont nyilván sokkal magasabban van a hárja, mindig is az lesz, de tud konkurenciát jelenteni. Uh -huh. Minimálisan. De igen, nem, nem tudom, mi volt az a, az a sütögetős rend. Én akkor éppen bent voltam az a, a Ivanicsnál, a saját motorjam valamelyik motoromnak a, nem a, a, tudom, szervíze okán és volt tényleg egy ilyen barbecue. Beszéltünk pont, az én részlegen ültem le várakozni, és akkor szóba elegyedtem a, a srácsal. Volt ilyen, tényleg. Mondta, hogy akkor lesz egy ilyen barbecue, ha esetleg gondolom, mert nézegettem közben a motorokat, de hogy, és akkor rákérdeztem, és persze a harlisok is szoktunk együtt működni néha, és az szoktunk együtt működni néha maradt meg bennem, vagy ülepedett le, és most Ennyire beszélgetésünk kell A szerettem volna még kérdezni, és egy kicsit így vissza a, a beszélgetésünk egy korábbi pillanatához, hogy itt a ti jelenlétetek, mint marketing, support az, az mostanában történt, de egyébként jellemzően a világ egyéb pontjain ez így a márka életében egy ilyen tök common dolog, és, és, és ez így működik, hogy most az, hogy a kereskedelem, hogy van, milyen disztribúciós láncok léteznek, az, az biztos izgalmas, de nem a beszélgetésünkhöz tartozik, de hogy van egy olyan csapat, országonként, aki azért felel, hogy ö, például most a beszélgetéshez kapcsolódóan, hogy figyeljetek fiatalok, ne az legyen már a fejetekbe, hogy, hogy ezek ilyen pocsakos pocakos rocker motorok. Én azt tudom mondani, hogy a, ugye mi Prágához tartozunk, a Csehország, Szlovákia, Magyarország, és ö, most úgy mondom, hogy van a csesz és szlovákoknak van azt hiszem ott egy ö, ügynökség, mert egyébként az fontos elmondani, hogy nem, Harry Davidson Hungary KFT létezik. Létezik Creative Coffee az én kommunikációs marketing ügynökségem, egy tartalomgyártó cég is, és gyakorlatilag mi kaptuk a megbízást, tehát hogy... És, de ez sem egy ilyen klasszikus. Tehát az van, hogy ha meg is ki a Harry Davidson Magyarország, akkor így mm. nem nagyon tudom azt mondani, hogy hát mi annak az ügynöksége vagyunk, mert hogy maga a kreatív kófia Harry Davidson Magyarország képviselete gyakorlatilag, mert ezt mi visszük, és, és ez a személyhez van kötve, tehát nagyon erősen, tehát ezt nem nagyon tudják így elvinni, mert nyilván amit én végcsináltam itt a Norvival közösen a Hárinak, mondhatnak azt is, hogy akkor a német majd és a Rabina Norbi ennek az egésznek is csak kell mögé egy céges háttér, de mondom, nincs egy ilyen külön ez dedikálva hanem mi mind kapunk egy megbízást, és akkor ezt csináljuk, de én is kérdeztem ezt az entitást, hogy hogyan magyarázzam majd meg, mert más országban, én úgy tudom, hogy ott van külön, nem tudom, hát Davidson Lengyelország, és akkor ez egy külön cég, én Lászl Mercedesben, ez Magyarország, Kft., BMW, Hungária, azt hiszem, nem is tudom, van. vannak így, vannak szétszedve, de hogy akkor léteznek, mi, itt, mi itt azt mondták, hogy ezt, ezt mi képviseljük, ezt a, ezt a márkát így, nyilván azzal most már, hogy jelenleg a kereskedéseknek is mi segítjük a kommunikációval, tehát hogy abban. Kizárólagosan is... Harley, tehát hogy itt a más motor. Nincs nincs is, nem is. Tehát ez van egy ilyen szerződés, hogy, hát most... Nem -e csúnyán, hogy csúnyán neki, igen, hogyha most igen, néznek néz neki, igen. Hétfő, harlék, kedden, indián. Igen, igen, igen. Hát az, nem, az, 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 meg az meg ne, meg, ne. Ne. direkt a legszerűségesebb. Azt, megígérem, meg meg, soha az életemben nem fog a, fölni, a... vagy bocsánat, vásárolni. Nem rosszból, egyszerűen... Nem, mert ez az elkötelezettséget. meg a... nem, nem, rosszból, nem rosszból. Volt Magyarországon, úgyhogy is ismertek a BP Shop, a BDP-st, a Budapaking-pest voltam a brand évekig, úgyhogy közben a dorkósokkal is jobban voltam, és engem még kávítottak is át oda. Egy darab dorkós cuccom nincsen, nem azért, mert ez mert az nem lenne jó, hanem mert én olyan szinte, mert ők egy kicsit konkuráltak egymással, két streetwear márka volt, elindultak, és nem, és egyszerűen nem fogtok soha engem mindjárt látni, az biztos. Egyébként a BP-t azt a mai napig kedvelem. A kezdetfiaival hoztak ki egy kollabot. Istenem, szájidék, drága bár... csak... ez, ez a... nagyon jó vagyok, mivel ők nagyon jó társaság volt. Ahogy megláttam, az, 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 az ilyen must have dolog volt, meg, meg Mátyás királyos, Matthias Rexes pólót vettem nem olyan régen tőlük. Jó ötletek jönnek. Igen, a... nagyon jó. Ki. szóval... Nem is tudom, hogy jöttünk ide. Úgyhogy hát, a, a, a már, márka képviselete. Igen. Ja, igen. És akkor ide. Tehát, volt, van, oszt... tehát van minden ország. Én is azt gondolom egyébként, hogy minden országban van. E ott szerintem ugyanúgy ilyen, ilyen, ügynökségi módon, hogy akkor van a központ, és megbízod, hogy figyelj, légy és akkor te foglalkozz ezzel, de ott sem az, tehát ott sem distribútor a Harry Davidson Lengyelország sem distribútor, hanem az egyes kereskedő maga a distribútor gyakorlatilag. Jó, amikor a, Lehet, régen így volt egyébként. Amikor a, az adott piac, jelen esetben a magyar piacnak a, a marketing stratégiáját határozzátok meg, akkor is említette például a BMW-t, hogy a Mercedes-t, ott tudtom, van egy központi marketing anyag, ami aztán így leszivárog, gondolom, hogy lokalizálják nyelvileg, magyarul jelenik meg a német felirat, és, és lehet, hogy, hogy még történnek ilyen, ilyen finom hangolások a magyarok szájíze szerint, de jellemzően én úgy látom, hogy ott van egy ilyen központosított stratégia, amit aztán vonatkoztatnak az összes országra. Ti, ahogy én kiveszem a szavaidból, hogy eleve úgy működnek veletek együtt, hogy hogy neked van egy saját ügynökséged, de pontosan tudják, hogy te annyira mélyen integrálódsz másod magaddal ebbe, hogyha az az ügynökség ez valamilyen módon ö, kenyer, kenyeret tör a Harley Davidsonnal, akkor téged is elvesztenek, miközben te vagy a Harley Davidson Magyarországon részben. Tehát, hogy rátok is bízzák, hogy úgy beszéljetek olyan formában, ahogy azt szerintetek a magyar nép megköveteli? Ha egyébként majd lehet. Magyarmi. Nem tudom, bár, egy podcastban nincs bejátszás, nem lehet bejátszani, de hogy. De hogy uh, nem. Lehet. És Tudjuk. Megint itt a pillanat, minden egyes részben van egy pillanat, felhívom a hallgatóink figyelmét, hogy azért is érdemes Youtube-on követni minket, mert két. ott képi tartalommal egész ki a beszélgetés. Ö, én voltak olyan pontok, ahol a Harley Davidson európai igazgató inak, marketing, vagy, tudom én, regionális szupervezéreknek, majdnem így a torkát megfogva a falra fölkenve, hogy normális, az meg mit művelsz ezzel az egésszel? Te hülye vagy, hogy hogy mersz ilyen tartalmat, tehát hogy tartalomgyártó cégem van, tartalmakat gyártunk, és azt látni néha a márkán, hogy miket enged meg magának, mikre feledkeznek meg, miközben egy legendás, ikonikus kincs van a kezünkbe, és hogy ezt néha hogyan ütik el, és hogyan cseszik el, és itt ülök, és bevallom őszintén, hogy a hárnak a legnagyobb baja, hogy még mindig olyan sok olyan vezető ül ott, aki rohadtul nem úgy gondolkodik, ahogy kellene, rohatul nem azt kommunikálja ki. Tehát ő azt elfelejti, hogy az ő fiának is el kéne adni a Harley Davidson-t. Uh -huh. Rohadtul el kell adni, és beleszarnak az egész kommunikáció, és úgy gondolják, hogy én majd a Miami-ban lévő, ö, nem tudom, meg óceánpartos képekkel adjam el itt Budapesten ezt a motort. Hát hogy adjam el? Nem tudom eladni. Jó, akkor majd készítünk itt Magyarországon tartalmakat, és készítenek olyanokat, ami vállalhatatlan, elküldenek nekünk olyan fordított anyagokat, hogy az alanyállítmány egyeztetés hiányzik, mert nem tudják képkézlábul lefordítani. És én amikor azt mondtam, hogy jó, azt akarom itt Magyarországon, hogy ez a márkát itthon adjuk el az embereknek lokális tartalmakkal, mutassam meg, milyen át csűrni a lánchídon vele, mutassam meg, milyen a pán a bakonyba keresztülnyesni a, nem tudom, az utakon, mutassam meg azt, hogy itthon van fiatalos motoros közösség, és felejtsük el azt a központi kommunikációt, amit egyébként ők tök jó, hogy elmondják, meg megmutatják, de kell lokalizálni. És erről létre, és az, hogy mi, tényleg van bennem sajnos egy ilyen rejtett agresszió, olyan szempontból, hogy nagyon sokszor azt látni, hogy amit mi itt szeretnénk itthon képviselni, a márka az így, az így, így húzogatja vissza, meg néha egy keresztbe és például áttörés. TikTokon, jelenleg a, a világon úgy volt, hogy ugye a... a a Davidson a TikTokot, azt, hogy is mondjam, nem bannolta, de hát ugye amerikai cégként azt mondják, hogy nem használjuk. Egy kereskedés volt, a dubai kereskedés, jelenleg angolul kommunikálnak, követik őket 150 ezeren e, TikTokon, és én azt mondtam a, az én főnökömnek, hogy figyelj, akarok TikTokon. Spare no way. Mondtam, hogy... De ez a Kína Egyesült Állam? Persze, persze, ez nyilván volt. Mondtam, hogy we do. De, ne, de, mondtam, de fog meg a söröm, mert én megcsinálom. Jó, és akkor csináltunk egy tízeres közösséget, öt hónap alatt, és nincs másik ilyen például most jelenleg a világon másik olyan országos kommunikáció ellen, mint amit mi csinálunk. És akkor azt mondja, hogy ezt így, így, így szeretném megcsinálni. És elkezdtünk, mondtam, hogy akkor csináljunk már az új modellekre lokális, komoly image videókat. És akkor bevállaltam azt, hogy azt mondtam, hogy figyeljetek, én elhozom a csapatomat, és forgassuk le. És akkor megmutattam nekik ezeket a tartalmakat, és azt mondták, hogy igen, Jason Momo-ával is el lehet adni a Amerikát, meg tök jó, csak van, akinek fogalma sincs ki az ember, és meg kéne mutatni, hogy ez hogy néz ki Magyarországon, ugye ez a sportteres, stb. csó minden, és ezeket elkezdtük befeletolni, és azt mondták, hogy atya úr, úr ez így kell. Nem olyan régen volt itt a stúdióban Lesó Lilla, aki Jason Momával a Harley davidson három hónapos túrján kint volt, és stáb tagja volt, és ha esetleg valaki nem hallotta a Lilával készült podcastot, akkor érdemes meghallgatni, mert erről is van szó benne. Szóval ez a egy kicsit ez a az a lázadás és ez az, az egész kommunikációs dolog. A mi feladatunk az az, hogy próbáljuk meg a nagyon messze, főleg amerikai piacra készült kommunikációt, átintegrálni Európára, átintegrálni Magyarországra, és azon belül pedig fölfogni azt, hogy Magyarországon bajban tud lenni ez a márka, hogyha nem fiatalodik. És ezt kimerem mondani, hogy bajban tud lenni. Számok alapján tavalyról idénre növünk, ez egy pár tíz jelenti országos szinten. vagy arab számára, olyan, abban, mint a, abban, nem? akkor egy srácok az, én, mint a klímaváltozás, ugye, vagy a, klíma Igen. történet, hogy uh tehát azért már Érted? Igen. A már meg kell eh, mert, 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 lehet, hogy, uh -huh. hogy, hogy Olyan mondjuk szex, azt mondja, hogy lehet veszek egy triumfot, mert az olcsó, meg ugyanúgy át tudom építeni, tudok olyat csinálj, lehet, hogy veszek a inkább egy nem tudom más motor, meg én nem akarok ebbe tartozni, meg túl drága, meg stb. stb. Megint olyasmiről miről beszélünk, ami engem is érint, a triumf bobbert például, kifejezetten nézegettem, ez bitang jól néz ki. De de azt meg azt mondom, hogy te fölülhetsz a Triumph Bobber, meg fölülhetsz a nem tudom, az nem és odaadom a kulcsát, és azt mondom, hogy ember ülj rá föl, és utána merd a szemembe azt mondani hazugság nélkül, hogy hát én nem éreztem át, de hogy nem, pontosan tudod. Pontosan tudod, hogy ez mit ad ez a márka. És az a lényeg, hogy nekünk nyilván az a feladatunk, hogy, és ugye Johan Zajc is azért került gyakorlatilag oda, próbát, hogy a Pumának volt ő nagyon sokáig a, a az elnöke, meg a vezérigazgatója. Remélem most jól mondtam a nevét, nem csesztem el. Azért jött is egy picit próbálja ezt a márkát gatyába rázni, próbálja meg egy kicsit üzletileg is rendbe tenni, és nyilván maga a kommunikáció is nagyon fontos. Az, hogy a márka elkezdett fiatalosodni abból a szempontból, hogy milyen modelleket hoztak ki, új modellek, hogy a tervezők, a designerek, a mindenki, az gyakorlatilag ilyen fizimiskájú srácok, lányok, mint én, tök jó. Csak nyilván Amerikában ezt a márkát nem kell kommunikálni, Európában kell, Kelet-Európában mocskosul kell kommunikálni, és azt, hogy az a deuszos közösség, az a, az a kávéklubos közösségbe belépíteni azt, hogy figyú, hárlit is tudsz venni ám és hogy az is tök menő, és hogy sőt, az, az nagyon menő, sőt, az, az a legkirályabb feeling, ami van. Na én ezért ezért teszek, és valószínűleg az is, hogy mi ezt csináljuk, az a fajta lázadásom is benne van, meg az a tenni vágyásom, meg az, hogy megmutatni, hogy emberek így kéne ezt itt van adni, ez az életérzés. Az én szemszögemből nézem, mert én leszek az, meg az én barátaim, akik hárlit fognak venni a jövőben, mert aki Nyilván az idősebb korosztály felé is nyitunk és kommunikálunk, hogy őnek is ezt adjuk el de ő neki már azért ott van a fejében, Tehát, hogyha azt mondod, hogy egy 50-es ember, egy 50-es, 60-as embernek azt mondja, hogy hárít akarok venni. Tehát az a közösség megmarad. Az új és a következő generációs az, ami mocskosul kell dolgoznunk, és fölvenni a versenyt tényleg azokkal a márkákkal, akik, akik most gyakorlatilag nem azt mondom, hogy trón letaszítva, csak nagyon, nagyon, nagyon ügyesen, nagyon szépen kommunikálnak. Jó, hogyha már így rávezetted, akkor a harmadik pontja a szkepszisnek, a márkával kapcsolatban, vagy azok a sztereotípiák, amik megjelennek, bárhogy is fogalmazom az a kínálat. És akkor ezért mondtam azt, hogy élesen válasszuk el azt, ami a Harley Davidson volt jó ideig. Biztos ott is vannak változások, most a saját érzéseim és benyomásaim köszönnek vissza a podcast kapcsán, de szemmel láthatóan legalábbis én azt látom, hogy van egy markáns újító szándék, ami megjelenik a a modellkínálat egy bizonyos részébe, és most amit az imént mondtál, az visszaigazolódik, vagy visszaigazolni látom ezt, a, ezt az állításomat. Mi történik tervező asztalon és, és technológiai fejlődés kapcsán most a Harley davidson az elmúlt pár évben? Előkerült műanyag, előkerült sportosabb változatok, előkerültek, vagy elektromos dolgok. Gyakorlatilag ilyen ja, túrendúró. Tehát most felsoroltam olyan dolgokat, azért mondtam, hogy előkerült a műanyag használat kicsit jobban, mint kellene, ott van a nekem ez egy kritika például a pont a Nicester meg a Sportster, ezek gyakorlatilag a Sportster kategória, tehát mm -hmm. ugye az azt hiszem a 60-as évek óta létezik maga a Sportster kategória, és az enyém ugye az Iron 883 vagy gyakorlatilag az utolsó e, ilyen igazi vas Sportster, és ennek hozták ki két irányát, hozták a Nicester-t, ez egy 975 köbcentis Revolution e, Max blokkal van a szem megáldva, meg kioszták az 1250-es Sportster est. Ez mind a kettő egy, egy krómmentes Krum, izom motor, főleg a sporter, ez gyakorlatilag szinte már sportmotorra, nem szinte sportmotorra hajazó, egy dög. Kihozták a Nicetart, ami továbbra is ez a kis krúzolgatós, belépőszintű szintű Harley, nagyon furcsa dizájnokkal, mármint, hogy nyilván szportos, és őrült jól néz ki. Motorozás szempontból hát a Dodornak érdemes meghallgatni, kritikus vagyok mindig az ő videóival kapcsolatban, de amikor odaadtam neki a motort, tulajdonképpen nagyon összefoglalt, hogy egy baszón jó kinéző Harley, ami nem sportmotor, és alig lehet használni, de hogy nagyon jól néz ki. Kijött a, a Nicetart, ami, amit tényleg egy próbálkozás arra, hogy a sportszerekkelet hogyan hívjunk egy új generáció, nem lehetett ilyen vasakat csinálni. Tehát azt mondták, hogy ezek véget kellett vetni. Tehát elindult egy ilyen irányba való törekvés, hogy belépő motorok egy kicsit legyünk dögösebbek, kicsit legyünk akkor mi is korszerűbbek, de eltűnt a króm, eltűntek azok a fajta, próbáltak megtartani a bizonyos jegyeket, a villákat, a hátsó tagot, a mindent a régi dizájnra, de ráúszok egy olyan dizájnt, ami viszont én azt gondolom, hogy nem nagyon sikeres, nem annyira sikeres, és nem ezek a legeladottabb modellek most azért ezt be kell mondani, nem biztos, hogy pont úgy sikerültek. Aztán jött egy teljesen új szegmens. Nehogy már a BMW ugye, mindig a túra motor kínálatot, meg az Afrikák vigyék mindig a kínálatot. Hát meg a ducati a multistrada. Én, én ezek nem is, csak, igen, meggondolom a, 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 meg a, a Yamaha-nak, KTM-eknek is. KTM. Is. Érkezzünk már meg erre a piacra, és akkor hozunk egy Pán -Amerikát. Hát igen, furcsán néztek rá. Hát, nagyon furcsán néztek hát, rá. Hogyha valahonnan meglepő fordulatként jelent meg a az... Endúró, az a Harley Davidson. Ja. De most azt mondtad, hogy, hogy elkezdtem azt mondani, hogy a változások nyilván muszáj formát bontani, muszáj modernizálni, muszáj vízhűtéses, léghűtéses dolgokat cserégetni éppen, mikor melyik modellre jó van passzol, de hogy a régi klasszikus vonalat fel kell újítani, tegyük rá fel a Harley logót, csak mondom, amikor meglátsz egy, egy sporteres, meg meglátsz egy nice nem a Harley, tehát te láttad is a Dani Igen, azzal jött az a... Tök jó, oda okay. te, majd... Én motoroztam is, mert... Ráértem, van egy von, Brixton, és fölrag, az oldalra felrakhatsz egy szördeszkát, akkor elfogadod, hogy ez egy Brixton. Igen. De, de az, hogy ez egy Harley Davidson, azt nem nagyon Te tudtad. csak a szilületből? Igen. Azt sem Igen, az, az sem ugye? Igen. De, de közben meg látjuk, hogy erre, erre van valószínűleg igény, és nyilván muszáj az irányba menni. Azt a fajta klasszikus harley azt viszont ezekben mondanak, hogy befejtheted. Megjön a Pánamerika. ami egyébként eh, nyilván Tolgot. Én azt hittem, azzal jössz. Nem, 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 az, nem, az, most sajnos nem, a BK út van benne most, az a másik, de nem az, az pedig az ilyenkor a legkirályabb. Én azt hittem, igen, e És jött a pán a túrendúrok világában lépjünk be, nézzük meg ezt a piacot. Nyilván, e miután sok teszt volt róla, sokat írnak róla, hát a klasszikus nyilván első en túrendúró változata, sok sebből vérzik, még kell nagyon sokat foglalkozni. Motorikusan ez az 1250-es Revolution Max, ez kegyetlen, tehát ezt maga 100, egy meló azt hiszem, Fú, egy gép. Nagyon jó, el is indítottak azonnal van versenyzőjük is, tehát hogy elkezdtek komolyan erre ráállni, uh -huh. tehát hogy ebbe, ebbe komoly dolgokat öltek bele. Hisznek benne. Hisznek. hisznek, benne, uh -huh. hisznek. benne. benne, el kell tennie annak a, az időnek, azoknak a fejlesztési éveknek, hogy ez egész belépjen. Viszont az tök jó, hogy rájöttek arra, hogy ha van neked ez a csattogós, durogós hárlin, uh -huh. és te akarsz egyébként túrázni is komolyat, hogy ne, ne, vegyél már más márkát, légy uh -huh. széves, hanem a vedd meg ezt és legyen házon belül egy sportmotorod, mert sportteressel is lehet, legyen egy Tour Endurod, ott van a Pán Amerikád, és egyébként meg a Heritage Classic, nem tudom, Deluxe, bármi éppenségem milyen modelled van, és hogy mindent találjál meg. Szóval egyébként, tehát akkor mondom, itt volt a második, hogy megjöttek a Tour és gyakorlatilag volt kósza, próbálkozás, elektromos, mindenkinek volt szem, elektromos, live wire, uh -huh indokolatlan Amit aztán volt. ugye Harley Davidsonként indult, és utána LiveWire-ként folytatta a karrierjét. Igen. És, 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 és hát nem állítom, hogy a legtöbbet eladott motor volt, de, de voltak ilyen próbálkozások. Ugye a a kollabrak, tehát hogy ugye volt Porséval közös, tehát tudjuk a vérodokba gyakorlatilag az egy, az, az egy ilyen porsche közös kollaborációt, a szakmailag valamit nem jól mondok elnézést itt a különböző fúziókra elnézést kérek, a technikai dolgokban nem vagyok annyira otthon, de hogy tudom, hogy nyilván ez a, ez a része is, vagy volt egy ilyen modell is, tehát hogy voltak ilyen közös próbálkozások, és mondom most ugyanúgy, ahogy kerékpárt is csinálta Harley Davidson, megint csak mi az oka, Hát, hogyha van azért a apának egy harley hát most akkor biciklizni kell kimenni, akkor azért ne, ne, ne menjünk el, Az vegyjen. utolsó Café lehetett is igen, látni. A, az egyik, igen, az utolsó volt? Igen, 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 kint a igen, igen, igen. E, szóval, hogy maradjál házomból, és maradj a márkánál, legyen biciklid, legyen sportmotorod, legyen túrendúrod, és legyen meg a klasszikus vonalad. És a mostani palettát, hogyha megnézed, akkor azért igen, megtalálod benne a Nice látni fogod, a, a Amerikát látni fogod, de ugyanúgy látni fogod a legesleg legklasszikusabb fedboy formát, egy kicsit át dolgozva, bár a fedboy az most már ugye ez megint csak egy új de hogy még mindig 80 vagy 70 százalékban a klasszikus idomokat megtartják, hiszen az kell, az attól hárli. De nem, de, de nem maradhatunk le, és kell nyitni nyilván gyakorlatilag a, 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 az új irányok fele. Csak számomra tényleg az a fajta ilyen hűség, hogy, hogy meg kell maradni szerintem talán, és hogy csopperes vonalnak ennek. Uh -huh. Az ember, hogy van egy-két ilyen szélsőséges modell, tényleg a márka nagyon hisz a Pán-Amerikába. Egyébként én is azt gondolom, úgyhogy én azért nem, vagyok még akkor a motoros, nem, nem tudom nagyon jó tapasztalatokat elmondani a különböző márkák különböző túraendúróiról, de azért azért látom, hogy jó irányba törekvés van, és ott azért majd tudni fognak nyesni egy szeletet. Próbálkozás, piaci helyzetben való könyökölés, fennmaradás, modernizálás, ezek a szavak jutnak eszembe, amivel próbálkozunk. Ó, maradjunk még itt a motorkínálatnál, illetve úgy, ugye úgy konferáltam fel, hogy motorkínálat per technológia, és akkor a negyedik pontja a, a, kritikai érvelésnek, vagy az általános megfogalmazásnak, az ugye a, 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 technológiai hiányosság. Visszahozom egy kicsit a Ducatit, ugyanis volt egy korábbi beszélgetésünk a Ducatival kapcsolatban az Erdős Tamással, a fullgászos Erdős Tamással, és ugye van a, a, az olasz motorgyártással kapcsolatban is egy széles körű aggodalom. Franci hogy... autó, olasz autó. Pontosan, ez az analógia, hogy szép-szép, de azt ér, mert hogy, hogy, hogy nincs belepakolva. Miközben, és ugye mindig ezt szembeállítják a, a japán precizitással, miközben a másik oldalról, mert hát egyrészt ugye a, 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 sportversenyeken a, a, a legelején az élen motoroznak vele, ahogy mondtad, a, a, a MotoGP-be is, meg, meg superbike a superbike is, és most már olyan fejlesztéseik vannak, amik nem hogy úttól érték a, a, japán fejlesztéseket, hanem bőségesen túl is vannak ezen, és tényleg a, a state of the art technológia van már benne ezekben a motorokban. Na most a Harley Davidsonnál is sokszor hallom azt, hogy problémás, bajos, szögegyszerű, de mégis állandóan lerohad, erre reagálsz nekem valamit? Most egy kicsit elgondolkozok most, hogy a Norbi a hogy mennyire veregetne vába, hogy mint a Harley Davidson Magyarország kommunikációs vezetője. Nem, nem, érzem, hogy az a hitvallásom is feladatom, hogy azt mondjam már mindenkinek, hogy mi mindenben örült jók vagyunk, az összes motorunk kurva jól néz ki, és mindegyik egy szuper fejlesztés, mert akkor nem mondják igazat, szerintem ez sok már mondom, mondani. Én, én azt tudom elmondani, hogy igen, a technológiailag ezek vasaknak nevezem. Én mindig azt mondom, hogy ez az egy, egy, vas. Ez Néha így, most nem. már műanyag, de legfőképpen még igen, mindig de vas. Elek, igen, és, és, ennek, ezzel a mondattal szerintem, és aki érti, az úgy is érti, hogy egy nagy dög, ami megteszi, amit meg, meg kell, elgurul, ott van, kiszolgálja a kötelező dolgokat, de azért, azért nem baj, hogyha értesz ahhoz, ha valami történik vele, akkor te kicsit hogyan szeren, meg, meg nem baj, hogyha tényleg elviszed mindig szakszervizbe olyan kilométerenként, és tényleg odafigyelsz rá, és úgy tárolod, de, ahogy leírták, hogy legyen azért az aksi is föltöltve, mindig cseptöltőn, amit minden japán motoros kiről, hogy mi cseptöltőn áll a motoron. Mondom, igen, miért? Hát, hát mondom, mert egy Harley. Kettő okay. japán motor van otthon a háztartásomban, mind a kettő cseptöltőn áll. Akkor jó. Nálunk ezt mondták, hogy ez köd már, hogy ennélkül így vége. Szóval nagyon nehéz úgy tő, tényleg azt mondani, tehát, hogy mi nem nyerünk versenyeket. Tehát nincs ilyen. Viszont megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogy ez utána motor után, utána fordulnak. És nem érdekel, hogy lehet, hogy ezt be kell vinni a szervizbe, és rohadrága a szerviz óráért nem tudom megcsinálni. Melyiket nem kell bevinni a szervizbe? Új motorokról beszélünk, beszéltünk használt motorokról is, de most alapvetően csak motor motor összehasonlítás. almát almával akarok, akkor vagy az újakat az újakkal, vagy a réget. Ugye, az, az, el... tehát, az hogy... összes motort el kell vinni a japán motorok saját tapasztalat, ugyanúgy 5000-enként vagy 6000-enként nem akarok hülyeséget mondani. Minden évbe viszem a márka szervizbe, kifizetem a márka szerviznek a, a az óradíját. Biztos vagyok benne, hogy, hogy, Tudom, hogy biztonságban van a motorád, és hogyha újonnan veszed, akkor a garancia köthető a szerviztevékenységhez, mint ahogy a gépjárműveknél is. Hát ez van. Meg, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, hogy ne felejtsük el, hogy a Harley az gyakorlatilag majd, hogy nem azt mondom, nyilván tényleg most kiszedegetve egy sportterest, egy, egy hogy ez, ez egy chopper. Ez egy chopper márka. Tehát, hogy itt nincs robogó, meg nincs kis test, nagy, tehát gyakorlatilag mm. csak nagy testű, nagy dögök vannak, és ami a, a, a vonatkozó, nem tudom, kötelező kellékek, hogy nehéz legyen, hogy kicsit lomhább azért, stb. ezekkel mind rendelkezik. Igen, vannak, tud vele probléma lenni, de onnan egyébként, ha jól szervized és az új modelleket tisztességgel úgy kezed, ahogy neked elmondták, hogy kezeld a motorodat, akkor az a nem lesz baj. Az, hogy, hogy nyilván a, az ezzel elindulsz és lenyomsz egy, nem tudom, tízezer kilométeres körtúrát Európában, nem ígérem, hogy, hogy úgy, hogyha nem figyelsz oda, akkor minden makulátlan lesz vele, de hogy, hogy nem is erről volt soha híres ez a márka. De meg, tehát hogyha te bemész és veszel egy hálét, és tényleg úgy kezeled, ahogy kell, akkor egy rohadtul megbízható és nagyon fogod szeretni. De de nyilván nem fogsz vele orrálni, mert olyan fékrendszer van mondjuk egy, nem tudom, ultraába, ami 500 kg, mint egyébként, hogyha megfogsz is egy GS-sel, majdnem orrász, úgy megfogja az egészet. Tehát totál más rendszerek működnek benne, elektronikailag. Csopperről beszélünk pont. Uh -huh. Tehát, hogy tudjuk, hogy, hogy az miről szól az a motorozás. Ez arról szól, hogy ülj fel, patincs fel egy napszemüveget, esetleg anyát tett föl hátra, 70-nel krúzoljál el, hallgasd, ha éppen üvölt a zene belőle, vagy hallgasd, hogy puffog a, a kipufogó durrog, nem kanyarvadász vagy, nem nem tudom, izé, nyilgázon akarsz gyorsulás itt az egyenes szakaszon végighúzni. Nem ez a lényeg. Te csak krúzolni akarsz egy szép feltűnő motor, és jól érezni magadat benne a fotába, ami gurul alattad, amiből tényleg az ACDC tombol közben. Igen, valaki úgy fogalmazott nekem annak idején, amikor a motorválasztás előtt, áll, az első motorválasztás előtt álltam, és még ez a Harley Davidson elköteleződés bennem volt, bár ez azóta is bennem van, tehát hogy ez nem, nem veszett ki mert a kíváncsiságom, meg, 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 a vágy bizonyos értelemben, hogy ezek guruló szobrok, így van, ő, 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 ő ezt mondta. Köszönöm. <laughs> és tényleg. És... Ami még ennek a márkának egy kicsit különlegessége szerintem, hogy olyan szinten a, a az, hát már gyakorlatilag a legeleje óta az, hogy Mindened van, bármit tudsz vele csinálni, mindent, mindenhogy építeni. És nem az, hogy te a saját kis megmúkó dolgodat teszed, hanem minden van a Hálinak rá. Tehát az, hogy te egy modellhez bemész, és mik, miket választhatsz hozzá, kiegészítőt, alkatrész, átalakítót, és minden ebbe bele van égett a Háli logót. Tehát, hogy Ezek a gyári Ezek a gyári kiegészítők. De egyébként tudtam, az eszmetlen mennyiségű cég telepedett rá de, a hogyne. hogyne? Hát most csak a vendég. Eh, igen, a, igen a, hát, mostag, hát, de most a, a. Hát csak a kipufogók. Jézusom, hát annak nem tudom, négy, négy, márka él meg szerintem ebből, négy akkora nemzetközi márka él meg a hárlisokból. De hogy az, hogy tényleg, és majd mindjárt a hangra is még kitérek, de hogy, hogy tényleg olyan korlátlan lehetőséged van, hogy gyakorlatilag annyira magadra tudod egyedivé, szabni. Ja. tud, tehát hogy, 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 úgy tudod alakítani, és mindent, de hogy a ruhádat. Ez az üzenetetek része? Igen. Hogy tulajdonképpen az összes modell reddit, de egyben custom ready is. Igen. És ez nagyon kevés már azt mondja, hogy figyú, vedd meg, és azonnal alakítsd át. Alakítsd olyanra, milyen te vagy, és úgy éld át, és, és tényleg formáz magadra az egészet. És ez, és tényleg hát nem véletlen az, hogy minden lószar gyakorlatilag. Illetve az, hogy, hogy itt a márka köré az a fajta közeg, ami épült, hogy a, a nem tudom, a lábtörlőtől kezdve a ószeren át hát. nagyjából a gyerekruhától a kutya kiegé. Minden, minden, minden van. És nem az, hogy után gyártod, mindenen ott van a rohadt gyári logó. És az, ez a része az, az ami elképesztő. A Harley Davidson egy hitvallás? Tekintető annak is. Hitvallás, életérzés, elkötelezettség. Én azokat a szavakat szerint le, szeretem a legjobban fogalmazni, hogy ikon, legenda. Ez, hát. Ezek a szavak jönnek mindig rólam eszembe. Meg, meg, meg körülengi nekem az egész történet a márkának, ahogy ők tényleg létrejöttek, abban a kis, kis fahbódiból, ahol ezt elkezdték összerakni az első hárlid. Igen, egyébként ez az. Abszolút. A, ugye, hogyha már itt a, a technológiai megbízhatóságról beszélünk, és akkor összegzésül én azt értettem meg itt az elmúlt ö, pár percből és a mondataitból, hogy Egyébként, hogyha karban tartod, akkor most nem szabad hozzá hasonlítani, és ezzel is egyetértek, mint egy sportgéppel, mert ez nem egy sportgép. Ez nem. De hogy a működési biztonsága az adott, tehát nem fogsz lerohadni mindent. Nem, nem. Oké, okay, csak, a, csak a, a, a magyar szájhagyomány az azért az elmúlt évtizedekben kitermeltem egy ilyet most nem tudom, hány esetet tudok elmondani. Direkt azt mondom, hogy nem, nem tényekről, hanem legendáról beszélek. Szóbeszéd, az legyen legyen szóbeszédről, szóbeszédről így hát van. azt mondom, hogy én meg tudom, a, vagy én tudok beszélni a másik oldaláról, autóipar, és akkor BMW, kedves barátom ott dolgozik, sales pozícióban, és ezért ugye hogy kigurulsz a 70 milliós autóval, és akkor az autópálya szélén benne, mert mondjuk valami azt mondja, hogy nem mehetsz tovább. Akkor jel. itt mondok egy saját tapasztalatot. Én most én Teslával járok egy ideje, de előtte BMW-n voltak, mindig újonnan, 0 kilométeresen, és volt egy, volt egy olyan bmw ami miután kigurítottam a szalomból, azt hiszem az első fél évben hétszer voltam vele a szervizbe, különböző problémákkal, és egyébként mechanikai problémák. Uff, mondjuk Tad, az, 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 az Most És piccid. az azt követőnél is, vagy háromszor így az első évében nagyon szerettem az autókat, mindig készségesen álltak a rendelkezésemre a, a szervizbe, reagáltak, gyorsan reagáltak, megoldást találtak rá, de ettől függetlenül hét, meg három esetben mégiscsak vissza kellett mennem. Oké, okay, szóval tehát, hogy olyan beszélünk, hogy, hogy, igen, elő tud fordulni, persze, meg hát egy blokk, Mi, így rázódik hogy... alattad az egész, hát minden kilazul rajta, húz Ittán, meg, tán, figyelj tán, rá oda, teljesen máshogyan működnek ezek a vasak, és tényleg azt mondom, hogy, hogy itt az elektroniká egyébként, miután tényleg nincs szuper elektronikával felszerelve, alapvetően nem az a célban, nyilván most ez a kipörgésgátlók, meg a mindenféle... Rábi ez az, az, az mind, megkötelező. Igen. igen e, Aztán most már némi elosztó is van már előre-hátra mm. szépen segíteni a hülyéket, hogyha nem tudnak jól fékezni, akkor legyen meg rajta. Időben, igen. Igen, de hogy, hogy gyakorlatilag Azért ez, ez tényleg így elmondani, hogy na, többet vagy a hallva, mint úton, na hát ezt a fasságot, ezt köszönöm nem, szépen, nem nem. kérem, ez nem igaz. Csak nem akarom azt mondani, hogy a világ legmegbízhatóbb motorkerékpárja. Nem is tudom, hogy létezik-e ilyen, ilyen. De, de szerintem, tehát, hogy szerintem azért bemész a hondásokhoz, bemész, és mindenki veri a napi hát, nem. Kimész a világból, egy, egy millió a kilométer olajcsere nélkül. Kavaszakimat is azt hiszem, hogy nem tudom, talán pár hónap, most nem tudom pontosan megmondani, néhány hónap után vissza kellett vinnem, mert egyszer csak az index az így elfelejtett működni, és megkérdezték, hogy mostam esetleg le a motor? Tehát mondom, hogy ja, hát azt azért úgy szóltam. szoktam. Megvizsgálták, nem talán, mit kellett egyébként, nem, ki kellett valamit cserélni, de fölmerült egy ilyen gondolatban, hogy esetleg a nagy nyomásúval úgy. Mindegy, szóval, hogy ez pedig az egy japán motor formáld magadra, igen, tehát hogy, hogy nekünk például a kommunikációban nagyon sor, tehát a Hálénak a kommunikációnak nagy része az életérzésre épül, hogy add át az életérzés vele, illetve tényleg a, a, a közösségépítés, a gyere és tartoz közénk, illetve tényleg az, hogy, hogy bárhogy formálhatod, és tényleg nem csak a motorod, hanem magadat is, tehát hogy bemész, és mindig gyakorlatilag olyan bőrkabátot is látok ott, ami nem tudom, 70-es években motoroznak, vagy motoroztak emberek, de azt is látom hogy legújabb, nem tudom, újformás serial van dizájnokat, őrületes, izét részes ruháik is vannak, mindenük van, tehát te magadat is formáld olyanra, és öltöz úgy fel a motorodon, hogy bárki lehez gyakorlatilag, tudsz üzletemberes is lenni, de tudsz tényleg dirty rocker is lenni, tehát mindenhogy az önkifejezés. Tehát te, ahogy megérkezel a motoroddal, az egy önkifejezési eszköz, és tényleg a hárinál az, hogy minden branding elve tud lenni, és minden, minden gyári, és minden, mindent hagy neked, és mindent enged, és tényleg, amit mondasz, hogy vedd meg a motor, az költsen még egyszer annyit. Hmm. Mondjuk ez is egy kicsit, ugye, az üzletünk vedd meg, öltöz fel hozzá, és még alakítsát mindent, úgy, ahogy akarod. Vannak motorépítők, és pont amikor a Ród készült az adásunk, ugye itt a Bondiába egész téli szezonban megtekinthető a gyönyörű átépített Royal nagyon, szép, nagyon szép a motor. akkor ő a Puffy motors hivatkozott, ő csinált a, a, a Royal Enférjét, de egyébként a Puffy elmondása szerint legfőképpen a Harley Davidsonosok számára lehetnek ismertek, mert ősidők óta Harley Davidsonokkal foglalkoznak. Ti? mint a, a kommunikációs csomópont. Figyeltek a, az ilyen entitásokra is, mint mint a hazai ö, motorépítők, akik erősen köthetőek a márkátokhoz? A csapival vagyunk ö, jóba, gyakorlatilag. Ö, nekünk még nagyon sok olyan feladatunk van, ahol ami kiaknázatlan. Láss például az, hogy van Magyarországon, és ezt a, el is mondtuk, talán Európában a legnagyobb Harley Davidson gyűjtemény. Úristen, oh, nem fog eszembe jutni. Ne haragudj barátom, hogy eszembe a neve. Ö, akinek Magyarországon van 60 darab, vagy 50 darab motorja, de van neki az egyetlen Európában működő 1916-os harley van, ami még működik és beindítható. Egy olyan kollekció tő. senki nem beszél róla. Itthon? itthon van. Majd a motoromédia. Tudjuk, hogy merre, vagy legalább hely, helyleg. helyileg. Ugye? A nevét is fogom tudni mondani, csak elfelejtettem, mondom, hogy bocsánat. Ezt majd, ha, majd adás után Igen. elmondom, hogy hogy melletti? Nem, hmm. neki valahol arrébb van, és, és ki, ki is volt állítva, három modellje, és, és be is tojta Bill meg a kerem, mert hogy a, a Davidson családtagok is ott voltak a budapesti szalomba, és akkor mondtuk nekik, hogy mutattak ezt a motort, és mondtuk, hogy nagyon szép, nagyon szép, és mondtuk, hogy it's working. Hmm. Mi? Mondtuk, hogy igen, ez működik. Itt van Magyarországon egy ilyen motor, ami működik, mert hogy ez a fehér hol olyan ritka. És akkor mondtuk, hogy nézd, meg ott, van, mert ott volt Hortinak a, az egyik Harley elműző, volt, tehát hogy ilyen, a csávónak ilyen cuccai vannak, tényleg bocsánat, hogy nem a szembe a, a, neve. És ugyanezen az estén egyébként ott volt velünk Sapi is, akinek ott álltak hátul a kiállított harley is sorban, amit szintén megfogt, sose felejtem el, el akart menni már a keren, és így megfogta a kezét, hogy azt ígérte, hogy megmutatod, és kirángatta konkrétan a, a Karen davidson és megmutatta neki a kájítót átalakított darabjét, és a nő az teljesen lefolyott, mondta, hogy jó, maradjunk még, várjunk. Amúgy őket úgy kezdek, mint a sztárokat, tehát uh -huh. ijedetlen. És megjelentek, és így, úristen, milyen gyönyörűek ezek az átépített motorok. Tehát, hogy amúgy Magyarországon, nagyon sok olyan dolog van, amire még, még, nem tudtunk kommunikálni, mert az egész évünk nekünk például 120-ról szólt, meg hogy kicsit így a, a, kereskedőknek is segítsünk, de rohadtul lehetne arról kommunikálni, hogy milyen magyar motorátépítők vannak, sőt, ez a központi kommunikáció is nagyon fontos, ugyanis például most megjelent a úgy, melyik motorokat építették át, gyorsan akartam mondani, lehet, hogy a nice voltak, Mindegy. A, a legutolsó kommunikációs tartalomban az volt, hogy mindenki kapott egy modellt, és nézzük meg, hogy a Japán, na, Japán hogyan építette, át, hogyan építették át a, ja, értem a, a legismertebb német eh, customizáló csapat, és ezekből gyakorlatilag volt egy ilyen összevágás, uh -huh. és rohadtul kellene nekünk is azzal foglalkozni, hogy például Magyarországon kik és milyen, mert hogy itt nagyon sokan a külföldi piacra építik át őket, uh -huh. hogy kik vannak, úgyhogy és, válasz még nincs velük fölvéve a, a kapcsolat pedig nagyon fogker, mert azt gondolom ez egy újabb lépés, ami szexivé teszi a márkát a fiatalok irányába, hogy figyú, nézd, ezt lehet belőle csinálni, ez biztos, illetve van a másik az, hogy a Magyarországon lévő egyébként a épült kultúra is azért még egy picit, mert hogy léteznek olyan motoros közösségek, olyan hális közösségek, amik nagyon menők, és nem csak azok a fajta chapterök, mert ugye ezt tudjátok, nyilván van ez a Harley Owners Group, a világ legnagyobb motoros ilyen egyesülés, hogy gyakorlatilag is azonból is vannak ezek a cseptörök, tehát mint a Budapest cseptör. Amire mindjárt van, ki is fogunk térni, mert erre egy külön... És itt is nagyon meg. fontos majd, hogy legyen egy olyan közösség, ami egyet is, ez is fiatal adjon, de hogy... Ja, nem tudom, hogy A más. hallgatóinknak minden esetre ezen a ponton azt szeretném üzenni, hogy nekünk az adás szerkesztésünkbe ez egy kiemelt szerepet tölt be, tehát mi a motorépítőket, a hazai motorépítőket eldöntöttük, hogy amennyire Lehetőségünkből telik, bemutatjuk. Ez azt fogja jelenteni, és hamarosan majd érkezik az első ilyen adás, hogy mi kitelepülünk stúdióval, videós. Sapi, elállítsák Videós infrastruktúrával, és akkor ott a helyszínen fogunk velük beszélgetni, illetve bemutatni a, a, a munkásságukat. Vissza az eredeti témánkhoz. Ha már itt beszélgetünk a közösségről, erről, is szeretnénk egy kicsit többet hallani, hogy hogyan néz ki Magyarországon a Harley davidson közösség. Most az én olvasatomban létezik ez a nagyon régi hog talán, a ahova így lehetett valahogy csatlakozni. Harley Owners Group, igen. igen. de közben meg ugye látok néha az utakon cirkálni bőrmelényben, saját pecscssel, vagy peccel, bocsánat, cseptöröket, cseptöröket, amennyire tudom, például még a a, és hát ugye ez egy ilyen -e hírhet banda, a hogy ugye Helsinki az nekik, nem legyen, prospektek, szintén. hanem hogy nekik is van ö, itteni ö, saját szervezetük, de inkább te mesélj erről, mint én a, a, a hiányos tapasztalataimról. A, ahogy mondtam az én, hogy gyakorlatilag a márkának a létjogosultsága, illetve az ikonikussága, a legendássága az nagy annak köszönhető, hogy tényleg az emberek összeverődtek egy márka köré a körül bulisztak, abba öltöztek föl, közösen hallgattak zenét, de egy, egy márka égisze alatt, oda a, a, a Harley égisze alatt, és hát nyilván különböző városokban tartsunk össze, különböző baráti társaságok, érdeklődési körbe tartozó emberek álljunk össze, és gyakorlatilag a, ezek a chapteröknek nyilván az a lényege, hogy vagy lokálisan, vagy egy adott érdeklődési körbe tartozóak, tehát mondjuk egy Hells az érdeklődési körre nem biztos, hogy a lokál patriotizmus volt, inkább egy picit más, de hogy... <laughs> az hogy gyakor... egy üzleti. Hát igaz egy üzleti, igen. De hát, hogy ez csak egy sztereotípia azért, mert volt néhány Hells angels banda, tehát hogy most mindenki ezzel köti össze. Ez is egy ilyen furcsa dolog. Neki köszönhet szerintem sok sztereotípiát a márka egyébként, például pont ennek a csapatnak, mert hogy mindenki az mondja, a Hazy Angels és a Goy motorosok, hogy ezt említettem. Igen, de közben meg egyébként annyit nem védelmük be, csak hogy, hogy, hogy azért, ja, vannak, vannak, lehet, hogy az átlag ember az, az átlag. fél is, de közben meg izgalmas is. Persze. Közben van egy miszticizmus ennek. Szóval, ha már ilyen miszticizmus és hasonlók, akkor a The Bike Riders címmel Tom Hardy főszereplésével, és aki Elvis játszotta, velük közösen lesz egy pontosan ez a 70-es években játszódó Hells feeling, úristen, meg kell nézni. Tehát én már kitaláltam, hogy amúgy ha tél lesz, nem érdekel, akkor is össze fogok szervezni, hogy, is raka, hogy motorra, mondtam, hogy be fogok állni a moziterembe is haza, de úgy akarok elmenni, és, és, és fú, az, az nagyon érdekel, úgyhogy azt majd meg kell nézni. Visszatérve a közösségek, igen, léteznek a különböző chapterök, meg vannak a szabályai, eh, annak, eh, hogy tagság, hogyan kerülhetsz be, rendes elnöksége van, vezetősége van, tehát egyébként egy nagyon komoly ilyen Hü -hü. Eh, kultúra és eh, ilyen szervezet van mögötte, de alapvetően nyilván a nap végén minden arról szól, hogy, hogy összeverődve közösen motorozzunk, barátok, barátok, családok is érezzük jó magunkat egymással, és Magyarországon is van létezik több chapter is, gyakorlatilag a Budapest chapter, meg a Four Rivers, a legnagyobb ugye a győriek. Ez, ez, tényleg egy ilyen nagyon összetartó közösség és brigát saját klubházzal, tényleg egyébként nagyon varázslatos, amikor bemész egy ilyen Club klubházba, és, és tényleg ez egy Magyarországon vagyok, elmentem a győriekhez, minden üdvözlöm mm. őket. Fantasztikus élmény ahol hozzájuk elmenni, és látni ott, hogyan néz ki ott egy ilyen kis bárjuk, kávézójuk, és, és ott a gyerekek, a feleségek, a mindenki, mindenki, ott van, tehát nem csak azon, hogy akkor apáik bent szivaroznak, meg viszkiznek, mm. és részegen hazásznak, hanem egyáltalán nem. Ez egy, ez egy tök jó kultúra és közösség, közösen túráznak, közösen szerveznek charity programokat, fölvonulnak a városba, hogyha rendezvény van, megjelennek, képviselik a márkát, tehát hogy egyébként a márkának a képviselete például nagyon-nagyon sok köszönhető a Harley Davidsonos chapteroknak hiszen hiszen ők azok, akik a jól mondjátok mellényben, amikor meglátjuk egymást uh, fákerzén, vagy, vagy meglátjuk egymást valahol a világ másik felén, és akkor ott van a Hungary felirat, vagy a Budapest felirat, vagy bármi is, és, és ezek az összetartások, és ahogy valaki nyilván meglátja, hogy te vagy egy ex a másikba a zászló cserélünk, mm -hmm. chapter zászló badge csere, nem tudom, is zokogunk egymás hátán a motorunk fölött. Hát ez egy külön a... adást is megér. Meg ez a Veszpánál, emlékszem, de, Nekem is így igen, és, mondaná, és nagyon vicces, hogy a itt Petekit szintén meginterjúltunk, és egy e, 60 éves, közel, ugye 60 éves 60 Veszpával éves, érkezett, az pont a Harley, ez még nála is még becsipődés, még mindig. Itt van újra a Veszpának a, a kapcsolata, igen, igen. hogy úgy ő teljesen abszolút márká, Veszpa igen. szerelmes. És de ugye Bálint tán hogy Dongónak hívja a, a, saját potorját, hogy Na, nagyon, nagyon érdekes áthallás ez is, igen. Szóval, ő, 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 tehát, hogy, hogy tényleg az van, hogy ezek a közösségek mozgatja. A márka nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektet maga a Harry Davidson, a Chapterökre, a Harley Owners Groupra, a Hogra, hiszen emiatt lélegzik ez a márka, emiatt, emiatt van az, hogy hogy létezik egy fákérzé, hogy, hogy itt voltak százezeren a 120 éves rendezvényen Magyarországon. Ami egyébként egy külön történt, mert a hidegráz mindig az egész töltött, hogy ami itt történt a puskásban. Hát ez azalatt, történelem. Az, az történelem. Az a történelem, igen. Ja, itt volt akkor Jó, az, szóval azt nagyon elnéztük, igen. Hát azt érezni és látni, hogy kilépsz a belvárosba, és 500 méteres körzetbe látni fogsz sorban álló Harley Davidsonokat. Az egész város teli volt Harley Davidson motorokkal, azt hallottad mindenhol, és nem az volt, hogy akkor izé, de desuduj, és mindenki, és mulatás. Hmm. nem, csak hogy boldogan motoroztak itt az emberek, és gyűltünk össze, és hogy keresztül vonult a városon 8, csak a felvonuláson voltunk 8 ezeren, hmm. és le volt korlátozva, és előment Johancejc, illetve a, a Harry Davidson elnöke, mögötte Karen Bill Davidson, a két élő leszármazott tulajdonos, úgy mögöttük a gyerekei, és Jósa Dani, és én elől, Ebben a 20-as körben, mert hogy hát mi vagyunk, mm -hmm. és ott együtt motoroztunk velük. Hát ez persze több, több tízezer ember moto. tehát volt, ki sőt a vállalással csak odaálltak mellénk, és az a feeling, ami ott volt, és én nem is tudtam, hogy létezik Harley Davidson himnusz, és Harley Davidson himnuszt énekeltünk a narancssárgára világított puskásnál, amíg narancssárga a tűzjáték ment, és az egész stadionban 50 ezer ember körülötte, üvöltötte a Harley himnuszt. Hát, Jézusom. Tehát, hogy szóval így, így egy, 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 egy olyan katarzis volt az egész, és akkor így én akkor értettem meg, vagy lép, lépett bennem is még egy szintet az egész Hárli érzés, hogy így. És főleg azért esett jól, mert, mert hogy nyilván itt, itt jöttek rengeteg országból, és nem az volt, hogy a kis magyar közösség összegyűlt, és hogy akkor ott azt is láttam, amit nem akartam, hanem itt tényleg az, hogy ez az, az olaszoktól, hát isten, ez rajong, rajongok az olasz hálósokért, tehát hihetetlen formák. Az, hogy 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 ezt az egész motoros közegeté, hogy hogyan tudják egy ilyen nagyon szép családias kultúrát, de közben azért mégis egy picit ilyen vadmotoros feelingbe összekeverni, és, és ez egy csodálatos dolog volt itt ebbe, ebbe a három-négy napba. Én emlékszem, amikor elmentek, amikor azt láttad, hogy így százassával gurulnak el az autópályákon, hm. és egy ilyen, egy ilyen, ilyen melankólikus depresszióba estem, hogy hogy neki így vége, hogy ez, ez egy csoda volt. Hogy képzeljétek el azt, hogy te most itt kilépsz, és mindenhol olyan motorok igen. vannak, ami, igen. amit te körülötted. igen, és hogy, hogy neki így nem lehet vége. Egy, egyszerűen olyan mondom, nem tudok róla másfél beszélni, csak, csak, csak a ilyen, ilyen szuperlati búszokban nagyon jó volt, nagyon örülök, hogy ez itt, nagyon nagy dolog, hogy ez itt volt Magyarországon, és egy még egy olyan küldetést, tudatod is löket ez, hogy, hogy ezt csinálni kell, mert ennek a márkának élnie kell, mert létjogosultsága van. És van létjogosultsága. Van létjogosultsága. sok energiát fektettek bele abba, hogy, hogy elérjetek új közösségeket, akikkel megismertetitek ezt, a, ezt az életérzés, ezt a vibe mindent, ami, ami Harley Davidson is amiről szólhat, vagy szólt valaha is a Harley Davidson. Ha jól csináljátok a munkátokat, és jó az együttműködés, akkor mi a középtávú jövője a Harley Davidsonnak? Kik fognak Harley Davidsonozni? Kettő dolgot tudom mondani, nyilván az, a, az egy fontos, hogy tartsuk meg azt a fajta vásárló közeget, akiről legerés, és mondtuk sztereotípiák, hogy kik vesznek, vegyenek továbbra is. A, a már egy picit meglett, a, 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 aki már egy picit legyen kapuzárási pánik, legyen szimplán lenyugvó életszakasz, legyen, benevezzük bárminek, az a közösség vegye meg, aki megteheti, aki bejön a szalomba és azt mondja, hogy dolgoztam egy életen át, szeretném élvezni és gurulni, ők vegyék meg továbbra és is, és ezt a modellt válasszák hogy őket tartsuk meg. A következő pedig az, hogy az a generáció, aki motorozni akar és fiatal, és még azt is mondom, hogy ne Isten, nem is kell, hogy annyi pénze, mert tudjuk, hogy rohadrága. Ezt, ezt így mondjuk el, kúra drága a Tehát azért, amire a belépő szintű hálit megveszel, abból gyakorlatilag egy komolyabb japán motort megveszel, jobban felszerelve. Viszont nyilván az értézés a tiéd. Én azt gondolom, hogy a, az, a, az a cél, hogy az embereknél áttörjük az, ha te tényleg motorsz akarsz venni, akkor vagy addig gyűjtögetsz rá, vagy megoldott finanszírozással bárhogy, és ezt szeretnéd választani. Ha te építeni akarsz motort, akkor ezt fogod venni, mert tudod, hogy ez egy legjobb ilyen választás Ha nagyon nyersen kell fogalmazom, akkor nekem az a feladatom, hogy jövőre 25%-kal több motort adjanak el és így tovább gyakorlatilag, és a nap végén a hosszú távú cél, hogy ez a márka ne tűnjön el, hanem ez a fajta folyamatos, ez, ez fiatalodjon a generáció, aki használja, ez, ez talán a legnehezebb feladat. Ezt, ezt, igen, ez ez. Nincsen, ezt gondolom. Mert de... az, hogy megtartani, az középtávú cél, hm? hosszú távú cél, fiatalosítsd de akkor a fiatalosítás kapcsán... És, a, és rajta vagyunk, tehát... Akkor fiatalabbak kell ennek, hogy bekapcsolódjanak a vérkeringésbe. Itt ugye az áraz meghatározó lehet. Tehát, hogy még hogyha nagyon jól végzitek a munkátokat, és átadjátok az életérzést, és az életérzést ők maguknak fogják tudni, akkor is ott lesz az, hogy mondjuk az első motorok, vagy a, vagy a korai riderként mondjuk a 20-as éveikben mennyire... 30-as. 20-as 20 ne is vegyen, figyelj, nem érti meg, éve. bocs, ne... Esküszöm nem érti meg. de akkor oda nem is lőttök? Nem. nem 30, nem. említetted, hogy 30 tól akkor, akkor, akkor ez, a, ez a target? Most mondhatom On azt, hogy vannak az ismerőseim persze, de akkor 28-29, tehát hogy értem. 23 éves gyereket nem nagyon tudok mondani, aki azt mondja, hogy izé, ott van kemzozó barátunk, Dani van egy közös panunk, megcsinálta a jogsiát, papa, Hárli. Értem, értem, valami scrambler vett, azt hiszem, vagy du, valami... A Ja, vagy vagy azt, igen, igen. éveire meg már tartott a, az az életszakasz, amikor már, mert, ha, mert... ha, úgy van, akkor megengedheti magának. Ja, hát ő nyugodtan vett, de azt mondta, hogy nem, kicsit ez egy csibészvér még ott van, még menjünk, még egy hát, Jó, ő nyilván ő olasz, más. Meg ő olasz van, Hát igen, meg alapból nyilván uh, ugrabugrál a biciklével, <laughs> mindenfelé De hogy, hogy Én azt gondolom, hogy ehhez meg kell érni azért viszont. Tehát az el kell jutni, hogy, hogy megérje ez a márkához, és nem is baj, hogy azért ez nem egy... Tehát hogy de tök jönne üzletileg ez egy rohadt populáris márka lenni, és boldog-boldogtalan venni, de hogy szerintem minden hálisnak megvan a története, hogy ő hogy jutott el oda, hogy ezt vette. Ahogy egyébként valaki egy ducati is veszt, és nekem a két márkát többször említettük, nagyon kevés ö, olyan szakmai kapcsolódási pontom van, hogy nem beszéltem még senkivel, nem nagyon találkoztam, de én csak annyit látok kifelé, hogy egy olyan márka, ami picit drágább, de egyedi, és, és, a saját szegmensében valamit nagyon-nagyon tud, és, és ugyanazt érzem, hogy, hogy aki, aki t vezet, a számomra totál más, mint hogyha valaki elhúz mellettem egy, nem tudom, bármi, mással. bármi más izé, ezres motorra. Tehát tényleg egyszerűen azt érzem, hogy annak a faszinak van a stílusa. És van egy, és bennem például, ez tök jó, van a Ducati az egynek rohadtul örül, hogy úgyhogy nem ismerem a márkát, ez a, ez a benyomás uh -huh. van, ez különleges, azért ez nem mindegy. Jobban megnézem is, és, és oda megyek hozzá hamarabb. Pedig egy történelmileg, az... meg ugye a Royal Enfield az, ami Tetszik, ott van egy, mellett a Royal Enfield az most, most gombolja újra a kabátot, tehát ő most definiálja éppen újra magát. Meg hmm. azért ő, 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 máshonnan közelít, tehát hogy a Ducati és a Harley Davidson, ők a, a teteje a Price nak Ezeket a Royal jönnek ezen. A egy árértékorányban, ugye, más. Igen, más Meg a köpcentiben is, meg erőben, teljesítményben, ugye mondtad, a nagy vasakkal indult, ugye a Harley eleve, meg most is ott tart. Azért a Enfield meg tényleg a köpcent. A kis kis teljesítmény még mindig. Akik a 30-as éveitől kezdve fognak ebbe belépni, azok megkapják ugyanazt a kulturális, mint amit mi megkaptunk. Ugye minket prekondicionáltak a 90-es évek filmjei, vagy akár a 80-as évek, 90-es évek határozottan. Tehát ugye én, erről már beszéltünk egy korábbi podcastban, az a generáció vagyok, akire rászakadt a nyugat, a kultúra, a kábeltelevízió, az amerikai filmek, és abból jött a is. Harley Igen. Davidson. Tehát, hogy tulajdonképpen én úgy nőttem föl, hogy el, belém kódolták, hogy Harley Davidsonra fogok vágyni, ha egyszer a motorozásra adom a fejem, és sokan vagyunk ezzel így. De vajon azok a generációk, akik majd most érnek bele ebbe a, ebbe a korcsoportba, ők, ők megkapták ezt, és hogyha nem, akkor van ennek valamilyen látható jelen manapság, mert aztán meg majd 10 év múlva megint lesznek 30 évesek, meg 20 év múlva és meg 30 év múlva, hogy különböző egyéb csatornákon keresztül, direktbe vagy indirekt módon, de, de, de kapják ezt a fajta kódolt információt. Összetett a választ. De Ez tulajdonképpen... egy kulturális ikon a Harley Davidson az én generációmnak. Igen, és szerintem ahogy egy jó borhoz, egy jó zené, egy, 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 jó előadó, hogy te valakit úgy hallgassál, 30 pluszosan szerintem a kialakul az, hogy te, te milyen zenét szeretsz úgy igazán, ami úgy leülsz egy piával, nem is mindegy milyen piával, mert már most már az is számít. Mert te már tudod, már kihánytad ötször a fesztivál szezonban, amit már nem szeretsz, hallgattál forzenét is, és most már tudom, most már én tudom, hogy azt a rumot szeretem, most már tudom, hogy igazán azt a zenét szeretem, és most már lehet tudom, hogy milyen motorra is ülnék fel, és mi vagyok én. És ennek a kommunikációban az, hogy ez elérhető nekünk, illetve visszatenni a térképre, hogy te is, ha már tudod, hogy milyen viszkit szól, és tudod már milyen zenét hallgatsz, akkor én elmondom, hogy te egy hárlit vegyél, mert az lesz a te motorod. Ez egy nagyon fontos kommunikációs dolog, hogyha egy picit már megértél az ilyen dolgokhoz, akkor miért válaszd ezt, hogy adjam el az életérzést, adjam el a közösséget, vagy adjam el csak a motort, ember, ülj rá, föl, nézd meg és próbáld ki. Illetve a másik az az, hogy, hogy közben meg egy nagyon egyszerű dolog, megállás nélkül azt kommunikálni, hogyha nincs elég lóvéd, akkor pedig igen, finanszírozás lesz, hogy old meg. Most Magyarországon elindítottunk, miután hát a ma magyar anyagi helyzet is mindenféle nem kell most beszélni, gazdasági helyzet, de azért ez sok helyen így van, még Európában is, hogy nem feltétlenül karistól most, és nyilván ez, a, ez bizonyos motoroknál, főleg ez, a hárja azért egy luxus cikk valljuk be, tehát hogy azért az, az, egy luxus cikk. És ö, ott nem kéne, hogy az érződjön, azért itt is egy picit érződik. De hogy a fiatalokkal nál például tényleg azt elmondani, hogy nem kell, hogy legyen 20 milliód, meg nem tudom, 15 milliót, hogy vegyél egy és nem is kell a 15 milliós hárlit megvenned. Sőt, az se baj, ha bemész egy szalomba, és nem a zsírújjal jössz ki, uh -huh. hanem vegyél -e meg egy használtat. Érezd meg, na garantálom utána, hogy bemegy majd rá 5 évre, vagy 8 évre, és akkor viszont meg kikesseli, és megveszi. Tehát nekünk nagyon fontos azt találni, hogy elérhető ez a márka, így is, úgy is, ha nagyon akarod, és nagyon te vagy, tegyem olyanná a márkát, hogy, hogy azt érezd, hogy ha már meglettél, és elkezdtél megérkezni, akkor, akkor ebbe is az ízlésed ne az legyen, amit mindenhol mindenkinek látsz, hogy nem tudom, én is veszek egy 300-as Veszpát, és az lesz a motorozásom, és durogok vele, ha, bár hozzáteszem, gyönyörű nyilván, azok is ikonikus darabok, de hanem ha, ha, ha merj nagyon merje és azt mondod, hogy igazándiból én egy, egy hálén érezném jól magamat. Na, ezek az ilyen célok még mellé, meg, meg hogy itt tegyük vonzóvá az egészet. Bálint, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy ilyen szélesebb körű rálátást adtál. Én személy szerint sokkal gazdagabb lettem Harley Davidson tekintetében, mint voltam buszkva két órával ezelőtt. Úgyhogy a következő lépések azok viszonylag határozottak lesznek részemről, és körbenézünk nálatok, hogy hogy mi újság és mik a lehetőségek. Peti, neked van már ebben tapasztalatod, de hát ki tudja, hogy néha, igen. sodor az élet. Úgyhogy jó, jó, beszélgetés volt, és remélem, hogy a hallgatóink és a nézőink is ezt így gondolják. És nagyon köszönöm a meghívást. Én nagyon örülnék, hogyha minden évben visszatérhetnénk, és elmondhatnám, hogy mi történt az előző évben. Kicsit több számot is fogok akkor tudni hozni, meg sokkal több adatot és infót. Viszont jól mondod itt az asztalnál. Petinek is megvan a tapasztalata, meg nekem is, hogy milyen is te említetted, hogy gyakorlatilag még nem is ültél, de az volt az első vágyad, úgyhogy én most a flaster megszállat, úgyhogy, hogy <laughs> hogy, hogy oda merem adni a kulcsát, úgyhogy egy, 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 egy jó Köszönöm. kört légy szíves, tegyél -e vele, és próbáld ki, és de ezt a rökítsük meg. A következő adás jól? pedig így indul majd, hogy akkor mesélek róla. Tényleg utolgosan be tudsz számolni róla. Köszönöm szépen, köszi szépen még egyszer. Köszönöm. 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 A Köszönöm. Hogyha bármilyen kérdés merülne fel, akkor az összes elérhetőségét egyrészt Bálintnak is, valamint az általa képviselt márkának, tehát a Harley Davidsonnak meghagyunk a show notes-ba, úgyhogy ott majd utána lehet nézni, és akkor szerintem egész egyszerűen el tudnak írni hozzátok. Ugyanez igaz egyébként a, a, a saját lehetőségeinkről is várjuk a, az észrevételeket. Hallgassatok minket minden egyes podcast platformon, gyakorlatilag ami rendelkezésre áll. És természetesen YouTube-on, YouTube-on többek között azért is, mert ugye az még egy plusz élmény, hogyha látok is bennünket, mert azért mindig van egy-két olyan dolog, ami, amiért érdemes. Plusz, azt lehet, hogy még külön nem mondtam, de most itt az alkalom és innentől kezdve remélem, hogy nem fogom elfelejteni, hogy azért a YouTube videóink, azok nem csak arról szólnak, hogy mi ezt rögzítjük, hanem amik itt elhangzanak, történetek, azok egyszer csak megjelennek képi vágás formájában, tehát a motorokról. És ezek jók szoktak lenni. És ezek jók szoktak lenni. Ezen elég sokat dolgozunk, hogy utána, aki itt ül a stúdióban, ővel is felveszik a kapcsolatot, és akkor ő küldi el a saját ilyen jellegű anyagait aztán, amit tud el, és, és, bevágunk. Úgyhogy érdemes a YouTube-ot is nézni, hallgatni. Jövő héten pedig szerdán, megszokott 7 órakor egy új tartalommal jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok.